Jól van. Én meg is kezdtem, üdvözlök mindenkit. Tehát itt Gabi ezt megelőzött, nagyon szépen köszönöm a támogatást, már küldte, hogy mikor kezdünk. Igen, többiek is mindjárt kezdenek, mert én már itt tűkön ülök, de többiek is mindjárt kezdik, csak még Zsolt G még most fejezték be a Sziasztok! másik live-ot, és Andis is lehet, hogy még most Hello! el van némítve, vagy nem is tudom, de jön mindjárt Andis is hangba. Úgyhogy itt van Bendi, te is fogod live-olni? Én is Oké, fogom okay, tenni. akkor Bendi is fogja majd. Ez a Sim 2. Én is itt mozgok addig, hogy nehogy kidobjanak innen. Itt meg kell várni akkor a többieket. Egy pillanat is már Már indítják is. Minden rendben a hang? Srácok. Igyak egy kis kólát, nem tudom, hogy a hangom. Nézem Tomit, Gabest. Jól igen. van. Azt nem tudom, Bendi. Te elindítottad már, Bendi? Én most lépök be. Még feketeség van előttem. Na. Én egy fél perc és jövök. Oké. Okay. Jó. Rönnben Jani. Jaj, van. Átkukantok Andrishoz is, mert Andris is már most szerintem mindjárt kezdi. Egy nagyon pici türelmeteket kérünk, hogy a többiek is ide érjenek. Meg akinek van kedve, az csatlakozhat hozzánk. Úgyhogy nézem, Andrisnál már megy az élő. Be is köszönök hozzá én is. Én már nyomtam egy lájkot Andrisnak. Még a csetet is ki akarom tenni. Fakszerét. Így van, ott is üdvözöljük Csabát. Kettes szerver, ugye? Simulation 2. Igen. Sim 2. Ja, igen, azt hiszem. Mi az, hogy kettő? Mi az, hogy... Jó, hát egy picit várunk már, hogy a többiek beérkezzenek. Én is egy nagyon picit mozgolódok, hogy kidobjanak innen. Várjuk a többieket. Hogy álltak, Zsolti? Én már egy játékban vagyok, kirakom a luxot, a botot és... Egy pillanat. Tetszetődött a parta. Addig farolunk itt együtt. Hogy vagytok ki? Nem lesz tetszik. Tehát mi Arimóval fenn vagyunk. Aha. Szia Andris! Szia Andris! Valakinél jött a mentő, Andrisékhoz jött a mentő. Andrisékhoz, igen. Andris viszik el vele. Andris látták tegnap szerintem a sisakkába. Szia Kata, hú, én ellapoztam, mert nem láttam. Valaki Szevasz, küldött Berkú, nem, Dorina. Nem rendőr, mentő. Azaz Vidrus. Szia Iti. Ellapoztam gyerekek, lapoztam fel, és nem láttam, miközben már jöttek írások. Ecset. Szerintem figyelj Andris, hogy nem a fejé zubbol. Az hó volt. De kezdene, legyél már egy kimen, felapasztom. Jó, jó, kéziféget. Várjuk már többieket, már kicsit lassan indulnak. Nem, nem, én gyorsan indulok, csak Andris van. Hát nekem nem esetleg van a játék. Szia, Süti! Itt van a Süti, a csatán. Skacok, merre jártok? Áruljátok már el. Még itt van. Én azt elmondanám neked, hogy én hol járok. Még itt a városban se látlak benneteket. Nem! Games B. Ó, gyerekek! Ott. Hát nem van az akszer. Fekete a kép. Ügyen be vagy, Axe? Hát nem mondani indulunk. Erre csak rá kérdeztem, hogy ott vagy. Münchenbe menjek akkor, én is. Persze, gyere fel. Nem szeretne beindulni. Az utca végén nyomunk egy kézi fékest, tehát itt a Fight Mouse gyülekeznek. Eugene, Andris. Azzal Bendi én most nem tudok segíteni. Nagy gáz, nem tudok gyorsabban menni 60-nál. Ó, akkor bárhol nyomhatok egy kézi fékest. Oh, jaj, ne!
nem is kézi fékes volt, csak sima, kanyarodós fékes. Újraindítom a játékot, hát segítem. Szevasz, Petya! Hát, várom már itt a fiatalokat, hogy mikor jön. Ilyen, na, azon annyit megyek, hogy tankolni is kell, miattuk megint. Az a szerencsén nem látta a temnap világot. Holy azt a profilágot nem látta. Na hát Zsorti, hallod? Tessék? Istenem. Mi történt? Nekem jött egy hülye. De most nem az én hibám. Hát valamit csinálj velük, mert azt nem lehet. Hogy neked nem jött. A jobb oldalt jött szem. Így, és akkor én is elkezdtem, jó? Na, Zsolti! De nem. Te úgy várunk, mint a messiást, Zsolti. Ó, Isten! Elkezdjük az RTS 2 live-ot, nálam is, Axel már elkezdte, hozzá csatlakozom. Na végre! És Andrushoz is csatlakozom, és Bendyhez is csatlakozom, ha elindult nála a live, akkor a link, a live-ot. Láttad a fekszésemet? Melyik nem? Micsodát? És nem van mindenkinek a live. Hát akkor azt mondják, hogy én ugrassak el. Ugrassak el Münchenbe, ugye? Azt mondtál. Az bizony, hogy már itt kéne legyél. Ha itt lennél, jó. Már akkor is késő lenne. Jó, már... Pillanat. Egy nyomás, két nyomás, három nyomás. Vagyok. Guminyomás is lesz, minden nyomás. Igen. Ó, bazdmeg. Tó, átfessük valami erre, megjön a kamion, tehát most egy kicsit úgyis... Pont most akartam ugyanolyanra festeni a kamiont. Tényleg? Hát fessed. Akkor én megnézem már a magyaros festések közül. Én nem ezek, hát, ezek igen, mások, jó. Hanem ezek azok. Nem tudom, ez nagyon, nagyon buzis már, kigondoltam. Ez, mit tudom én, ez egy lánynak szerintem jobban jönne. Legyen ez az enyém, jó? Ez a businás túr engem, mert úgy meg szokott majd ez túr. Szia Zsolt! Ez nem is magyaros kapásból, szerintem nem magyar. Én is nem még pedálok. Hoppá, kérdezik ezt a Simon. Szia Zsolt! Hát nézd, ez micsoda itt? Jézusom, egy Eiffel torony hátul? Akkor ez nem is magyar, hello! Ez nem is az. Az francia. Jaj, azt hittem ez kokárda. Közben... Fú, akkor ezt leszedtük. Ez nem jó. Ez nem jót tettem rá. Nem jót tettem rá. Andis, akkor menjünk ugyanolyannal, azt mondod? Hú, ez a gyári festés, még ez nagyon jól néz ki. Jól néz ki. Tessék. Neked olyan erőteljes lett a hangod. Azt mondod? Sose volt. Szia, Kinga! Ja, tudom miért várni. Szia, Imike! Ja, igen, mert a múltkor felhangosítottál, és most... Igen, és 220-tal. Igen, és azt húzzátok le, ja, így van. A múltkor... Ja, igen, én rádugtam a webkamerát, átállt a Discordom a webkamerának a mikrofonjára, és már aztán később rájöttem, hogy ezért volt ez a húzottság. Igen, ez volt a probléma, mert úgy hódítottál a fülembe, hogy... Szeretem a hangodat, de nem... Nemzeti... Hát úgy nézett, mint egy kokárda. Szia, Csaba. Na megyek, mert itt meg szétdudálják a fejem. Valaki itt van garázsban most meg. Honnét jövök? Akkor igen, megyek. Ilyenre én is be tudnám festeni, vagy nem? Hát Mó, te hova tudsz ugrani, vagy hogy legyen? Hát én sehova. Hát hol vagy? Jaj, de tudok, hülye vagyok, hát... Isten. Na melyik legyen, srácok? Mondjatok egy valamit. De... Hát megjön, hogyha bevallja az ember. Az jó. Ja, hát lehet ez is, csak ez olyan kicsit izé lesz, de... Münchenben Matyó imzéses. Nem. Milyen Münchenben? Ez nagyon durva lenne, hogyha ilyennel mennék. Akkor nem tudom, hol van, de akkor hogy megyünk együtt? Virágmintás, Matyó imzéses. Na, én itt vagyok. Én azt mondom egyetem egy hám, kipróbálom. Na. És fő a jóked. Igen? Akkor megpróbálok betélni a dimóvalnak. A dimóval miért kell beszélni?
mert olyan előteljes a hangom azért. Az is mondom, jó a hangja. Megmondtam, Mitra. Benni a Mitra, aki mondja, szia. Sokáig ezt fogjuk nézni, hogyha ez marad. Szalasz Enigma, gyere te is! Münchenbe vagyunk. Enigma, akkor nélküled nem nézni egy? Már megint lement a lámpám. A kutya fáját, ezekre bármit veszünk. Opa. Bármit veszünk, ezek megváltoznak. Kicsit cse, de már ezt is elfogadják tőlem. Így van, Gabesz, ezt mondta végül. Köszi Enigmának a luncot. Várjuk meg Enigmát szerintem. Az a kicsit csajos, az egy kicsit enyhe kifejezés. Majd ritkán mutogatom kívülről. Axel. Igen? Légy szíves, beszélj meg Adimóval, hogy jön velünk. Adimó, gyere már velünk. Én olyan ritkán kamionozok veled. Gyere, csak én már negyed van, indulnunk kéne valahova. Szevasz, Viktor. Hova mész, Adimó? Azt mondd meg. Én nem tudok menni veled. De hova mész? Futla, de egyébként Mannheimbe. Szép csaj. Jó, akkor Mannheimbe nézzünk mi. Te segíts, és ott... Hát, ha van, akkor nézzük. Nézzük akkor Mannheimbe. Abszának milyen szép fehér kamionja van. Fehérnek látod, de amúgy nem fehér. Nézitek? Csak így legalább téged nem piszkál, nem irítál, mert egyébként virágmintás. Hát az jó. Jakata. Mannheim, van Mannheimes fuvar, van egy ott a utolsó előtti pöttybe, utolsó előtt. Mert az nincs messze Mannheim. Nekem nincs, várja. Utolsó előttiben. Van nekem. Oké, van, nincs. Na akkor az Andris neked? Van Mannheim. Hát most Imre kérdező, hogy DLC-s helyekre megyünk. Most egyelőre nem látod, még bent vagyunk itt. Úgyhogy Münchenből indulunk Mannheimbe, itt még lehet hozzánk csatlakozni. Útba esik még Stuttgart is. Tegedre van. Szóval a Going East DLC-je Adimónak megvan, szóval mehetünk olyan helyekre. Na akkor... Menjünk Mannheim. Na Mannheim. Andris, neked megvan? Én már elfogadtam. Nekem nincs Mannheim. Akkor... Esetleg ott mellette vagy... Stuttgart vagy Frankfurt. Frankfurt az lehet, hogy van. Mannheimet elfogadtunk. Jó, akkor mi elfogadtunk. De... Hát vagy jössz üresen legfeljebb. Ez a Sim 2-n vagyunk. Segítséget az ajtó... Megrekedt kanapé szabításához. Laci, hogy nem jött, hát most nem tudom, ő lehet, hogy dolgozik. Találtam, Mannheimbe. Most Jánci lehet, hogy dolgozik, mert ő Németországban dolgozik, aztán van, hogy éjszaka, van, hogy nappal össze-vissza dolgoztatják őket, aztán attól függ, hogy ő hogy ér rá. Én ezt nem értem, Dorina. Találtam Mannheimbe. Tehát, hogy túl gyorsan olvastam, vagy furán vagy. De ajaj. Ezt a kéket visszük. Várjatok, még most megyek, jól vastam. Opa. Akkor én most találtam már. Vagy nem kék. Mondom ezt a kéket, ez pont nem a kéket. Jó, akkor az így gyere már hozzá, ha tud. Amíg nem fogadtál el már, odajövünk. Hát ezt nem megyünk messzi randis, tehát akár még üresen is el tudsz jönni, hogyha gondolod, mert ez nem távolság, de... De hogyha találsz Frankfurtba fuvart, az ott van közvetlenül Mannheim mellett. Na, Mannheimbe találtam egyszer. Na, akkor jó, van, akkor szuper. Sokára találkozik. Mi anyagot visszakadni? És akkor a remote találkozik, de nem ugye egy kis. Hát, te dupla foltot viszel. Hát ez nem dupla, csak ilyen hülyén néz ki. Két konténer. Szia, Enigma! Én megyek ürösen, mert nekem nincsen. Frankfurtba esetleg, az is ott van mellette, közvetlenül. Igen, meg Stuttgart vagy mi. Mehetek üresbe, nem. Na jó, oké. Szia, Iti! Fel kell tojál Axel, és fel kell tojál Zsolti. Valamint tudjátok megtekinteni többieknek a csatornáját.
Van hely. Aha. Szavaz Dániel. Hát gondolom, igen. Jó, akkor bejelöltem a Manhájt, aztán... Sőt, elindulsz, mert nem akarok... Rögtön egy nagyon picit kell húzkodni. Így van, hát gondolom, mert hát belőled egy van. Hát, mert nekem be volt a kárgyban. Most volt a névnapod, úgyhogy nagyon sok boldog névnapod, Dániel úr. Én elindulok egy nagyon picit, csak hogy a lámpáktól kiebb jöjjek, de amúgy itt majd megvárlak, összevárjuk itt egymást, jó? Én is indulok. Én elindultam így kifele. Hát írd be először, Dániel, írd be részes, hogy felkiáltó jel, points. Hey! Mi? Én jelentem ezt az emberkét. Engem? Na gyertek, nem. Én itt kint várlak már. Milyen, mitől? Hát leízét, oda szorított a szalagkorláthoz. Én nem merek úgy menni, mert a Mikey biztos. Mikey nincs itt. Direkt úgy szokta, hogy nem szól be, és amikor valami rosszat ez az látod, hogy nulla órát voltál itt utóbbi hónapokban. Az már egy hát, hogy tényleg az, tehát úgy, hogy úgy nem érdemes szerintem modinak lenni senkinek. 136 órával ezelőtt, live órával ezelőtt lett beállítva ez a chat számláló, vagy az óra számláló, tehát így ennyi. Nekem azért van kevés ponttal, mert én mindig itt vagyok és veletek látszik. Én most nem Andris, nem neked nem mondtam, hanem hogy nyilván az enyém a legtöbb. Szia Bius! Bejössz hangba, Bius? Szia Bianca! Várjálom a büntit. Nem, hát ez csak én most azért mondtam Iti, hogy ez például erre is egy jó dolog, mert hogyha ha bárki bármit kér, akkor nagyon egyszerűen el lehet dönteni, hogy ki mennyi időt szokott itt tölteni. És hát nyilván egy moderátornak a hát az a minimum, hogy mondjuk, hát ha nem is mindig, mert nem, nyilván nem az, de hát azért illik ott lenni úgy néha-néha. Benny, hol vagy? Ki? Itt vagyok. Nem leszek sokáig, mennem kell lassan. Nem örülünk neki. Gyere Benedek, ne azzal foglalkozz. Na itt várok már mindenkit, ja ti is itt vagy, csak jól van gyülekezni. Zsolt, Andris. Nem, az ember tudja. Lassan indulhatunk? Jó, de gyere, Benny, mert nem tudunk várni. Az direkt Bius miatt csináltam, hogy Bius ilyen csajos legyen a kamionom. Igen, csak ez volt a magyaros minta még, mert ez ilyen matyú hímzés. Menjünk, Andris. Oké. Lassan menjünk, szerintem 50-nel, 70-nel. Milyen halács? Ja, hogy ez, hát igen, néztem én is, hogy mik vannak ilyen csüngőbüngők, aztán vettem oda egy csüngőt. Halács csüngő. Szia, Zsuzsi! Nagyon szexi. Mármint, hogy nagyon szexi Axel, vagy nagyon szexi a csüngőbüngőm, vagy a kamion színén. A börtakos kamion. Elindulhatunk? Tudtok jönni? Megyünk. Enigma, te is? Ez egy hűrös vagyok. De akkor itt vagy te is, jól van. Oké, mindjárt. Elment a wifi. Jenő, te is itt vagy? És te is jössz? Jenő, ezek az emelkedők. Ő nekem szokott segíteni a csetet, és a személyt is elmegy Jenő. Szupor személyzet. Ja, szupor. Mi? Csak mesélem, Zsolt, én Jenőt régebb óta ismerem, mint csak mesélem. A Jenőt? Igen. Dehogy ismered? Dehogy ég? Nem ragaszkodok, hogy én menjek elő, de ha akarjátok, megyek, de nem ragaszkodom hozzá. Na, hát úgyis jó irányba van, mindegy. Jó, csak hogyha valaki konkrétan szeretne elölmenni, akkor már nyugodtan mehet. Józsi bácsi, a csak... Jenő, nem olvasod el, mert én most... Ja, milyeneket kacsázok itt. És itt van előttünk valaki, ez egy zöld valaki van előttünk.
Édesem, nem kicsi. Ki ez? Haza... Ki ő? Nem kicsi. Nem akarsz haza kísérni? Mire az öreg? Mit kérdezik? Mondd a transz, és nem láttam a nevét, de jó, olyan gyorsan mentem el mellette. Ja, Benedek! Benny mellett mentünk el. Benny, akkor gyere akkor. Ezért akarnak, hogy mi... Oké, nem gondít, ját. Nem raktam. Szia, Zsuzsi! Zsuzsi, légy szíves, akkor legalább egy felkiáltója bíjus egyet. Szia, Zsuzsa! Most nem jelent a legjobb rosszasát. János bácsi, autóvezetésből vizsgázik, mellettől az instruktor, hátul a rendőr. János bácsi, milyen tábla volt az? Szia, Danu! Semmit? Szia, Danu! Na, ez az beszél. Ön a tudakozót hívta, miben segíthetek? Ön a tudakozót hívta. Miklós, az a baj, hogy én nem tudok nevetni. Én kiköptem a bohócot ma már. Igen? Mert kell, voltak egy kis idő, míg felébred, az most alszik. Elandanú. Sokáig akkor elalszik a pont. A pontozó rendszere a bot. Maga bot csicsik. Úgy, hogy igen, én mindig komoly vagyok, úgy. Ja, mindannyian. Nagyon komoly társaság vagyunk mindannyian. Igen. Ja. Ez erről vagyunk híresek. Ez a gyengeség. Apa! Asztalon! Arimó! Sokan által a rendőr. Erzsácsi, milyen tábla volt ez? Úgy néztem, fiam, húz a tábla. Az előbb elolvastam, de vagy akkor egy tábla nem nevettél. Ennyi. Mit mondasz? Az előbb elolvastam, akkor nem nevettél. Ja, ezt elolvastad? Én olvastam. És én mit csináltam akkor, amikor te ezt olvastad? Nem tudom. Ja, beszélgettem. Csekettőt néztem. Hát, csekettőt. Na, ez van. Ez van. Igen, ez volt M1, M2, Csekettő. Akkor ez nem működik, a fekettőes volt és a fekettőes. Nem, nincs igazad elég ma. Mármint nálunk. Itt van nagy Sándorom, olyan ritkán látlak mostanában. Nálunk volt hét. Hadvezérem, üdvözöllek. Ez a csekettő, de az havas. Elgondolom, meg hét, vagy nem volt adás. De nincs is komoly fejem. Igen. Meg a kettesen, Magyar kettőn, ott 5 óra után volt kadás. Ja. És ki nézte tévét, az a fontos kérdés. Hát akkoriban nem volt még net, úgyhogy akkoriban mindenki. Ja. És akkoriban volt az Iza úra például. Leoncio. Igen. Most az Leoncio. Toranaga száma. Van egy olyan. Tornagatya szaga. Igen. Ja, van egy ugye a szegény rabszolgalány. Én ott kossa néztem volna tévét, azt így előbb beszélni. Hát nem, hát igazából akkor ültél volna egyedül a sötét szobába, tehát igen, igazából nem nagyon tudtál, rádióban se volt zene, meg semmi, tehát nagyon hülye világ volt. Annyi volt, hogy esetleg nézhetél tévét, de napközben maximum annyi, hogy kimentél. Miért küldik a falcsönetéket fel is? Axel, akkor az unoka azokkal. Hát gratulálok. Ugye az Esmeralda Magyarországra látogatott, és azt te hallottad akkor, hogy gyűjtöttek pénzt. Hát ezt mindenki tudja, hogy igen, a kiszabadítására. Pénzt felszabadítására. Ezt mindenki tudja, igen. Szia, Bianca! Igen, úgyhogy Andrisnál, Zsoltinál, és még Bendinél is megy a stream. Igen, és mindenkinek a linkje bent van nálam is a leírásba. Ha van kedvetek, kattintjatok oda. Ide-oda. Minimum egy like-ra. Egy like-ra, igen. Ha már fel is... Hát igen, ha már fel is vagytok, de azért egy like-ot hát, is. Akkor van még egyszer. Mindenkit megtalált. A leírásban már. Hogyha vissza vagy elolvasni a leírásban. Én mondtam, hogy menjünk autóval. Szia, Bálint! Mehetünk közben is autóval szerintem. Most Mannheimbe megyünk, mindjárt ott vagyunk tulajdonképpen, tehát itt vagyunk még Nyugat-Európában. Adimo? Aztán majd onnan meglátjuk, hogy hova. Nem, mondja. Veszik a vesz. Neked van autód?
Az ugye ott van Frankfurt mellett, mellett közvetlenül. Ám, mint játékban? Igen. Igen. Nincs. Én menjek a... Vienben van kereskedés. Hogy mondod? Vienben van Azt hisz, igen, vagy Grácsban, most már nem vagyok benne biztos, most vagy Bécsbe, vagy Grácsban, tehát vannak egymás mellett most hirtelen, nem tudom, de nem muszáj, tehát hogyha rámész, mint keresel, kimész a menübe, hogy autókereskedések, és akkor ott mutatja neked az ábrán, hogy melyik városban mi van, és akkor őt online meg tud látogatni, úgy egyszerű, aztán végülis ott látod, hogy milyen. Nekem megvan a múltkori, csak Arimónak, hogy gondolja, vehetne akkor majd egyet. Köszi Bius, hogy itt voltál. Remélem visszajössz még. 50 ezerbe kerül. Hát szép. Két kamera sétál órák óta a sivatagban. Hú, ezt nem kanyarba kéne olvasnom. Az egyik már nem bírja tovább, és összeesik. A társa megkezdi tőle, felvegyelek. Ez nekem is leír. De nem olvastad el. Mindjárt hozzám is jön. Enigma is írja, mi a hasonlóság a nőben és a parkettában, ha jól fekteted le, akkor életed végéig taposhatsz rajta. Ezek a feminista viccek. Na, ez egy kicsit. Na, Zsoltár nevetted. Köszönöm, Gabesz. Köszi szépen. Zsolt nevetted. Úristen, gyerekek! A Zsolti tud nevetni? Mi történt? Mi az, ami közös a drogdíjnek? Köszönöm, főleg közös, mert ki is volt. Ki volt? Ez hülye. Ki volt? Az hülye. Erre meg akkor én mondok már egy dolgot, ami velünk megtörtént, hogy még fiatal korunkban bementünk templomba, és valahol, nem tudom már, hogy az ország másik részén voltunk, tök mindegy, bementünk egy templomba, és akkor akivel voltam, az mondja, hogy hát amikor kimegyünk a templomból, akkor keresztet kéne vetni. De azt mondja, hogy de hát ő nem tud keresztet vetni. Én megmondom neki, hát akkor neves. És akkor elkezdett nevetni. Már hogy ugye, akkor neves. Na mindegy. Erre, ez csak az jutott eszembe, mert Zsolti nem szokott nevetni, de majd Zsoltinak is mondjuk, hogy Zsolti, neves. Akkor családfő azt mondja gyerekeinek, ha meghalok, bújjatok be Oszpájszal. Miért? Hogy érezzétek a hullám frissességét. Nem tudom kiküldni ezeket, de láshatná magát most már. Dorina. Dorina ilyen kemény. Mit Dorina? Szerintem meg kéne elesni. Szóval szexi rész. Valaki biztos megkeresni őt. Ja. Képzeld, múltkor, mikor? Tegnap? Tegnap este streamelt Hexilis? Elaludtam rajta, miközben az Space Engine. Hexilis, ez dicsőség, hogyha Andis elalszik rajtad, mert rajtam is állandóan elalszik. És ezt így elmondja a lábba neki. De rajtam is állandóan elalszik. Ó, Hexilis. Hexilis az utódom. Nekem már, én abban is hagyhatom most már, mert megvan az utódom, Hexilisen fog Andis aludni az entől. Ez az, vidre letesztelt a botomat. Szia, Laci. Igen, vidre letesztelt a botodat. Na hát ezek, kezdünk nagyon sikamlós területre tévedni. Jól vagyunk, igen, te hogy vagy? Új színre, gavet. Majd valahol megállunk, akkor átfestem, mert ez, megmondom összetem, hogy ez a csajos mintát itt kritizálják, opá. Ezt most festettem ilyenre, de tudom én is, na, én is belátom, szóval, na, de hát, hogyha nem próbáltam volna ki egyszer se, akkor hülyén halunk meg, de most kipróbáltuk. Igaz, hogy rövid út, Münchentől Mannheimig azt a 350 kilométert kibírja ez a festés. 57. Hát most már csak igen. Vásd vissza a betyárfestést, azt te is szoktál ETS-2-zni, Laci? Bocsi, csak közben jön, meg egy másik gépet nézegettem, aztán ugye lemegyek az útra. Gépet? Mondom, csak egy két gépen nyomod? Köszi Csaba, köszönöm a lájkokat. Nem két gépen nyomja, csak a másik gépről nézi a csetet, érti? Aha. Már hogy én? Igen. Hát igen, nekem két gép megy, és az egy... Én gyakorlatilag egy nagy
tévén játszom. És viszont az van összekötve a játékgépemmel, és a másik gépen, tehát van egy másik asztali gép, azon megnézem a csetet. Ugye, menjünk egyenes, még mindig. Aha, nekem csak monitor van. Én is már gondoltam már rá, hogy lehet, hogy hát csak mégis az olyan kényelmes, mert olyan jó nagyba játszani így. Csak már is gondoltam már rá, hogy mi lenne, hogyha itt akkor... De akkor te onnan játszok? Kanapén ülsz? Ja nem, van egy nagyon kényelmes ilyen forgószék, de nem ez a kis, nem ilyen youtuber, hanem tényleg itt. Majd lemegyünk jobbra. Ennek van lábtartója, meg minden, szóval egy ilyen jó kis kényelmes, és akkor ebbe ülök, és így... ebből. Jó, csak hogy mondod, hogy a nagy tévé játszol. Hát úgy igen, de hát ez végig is a tévé, meg a számítógép itt van egymás mellett, ez a szerencse, tehát a számítógép asztal, meg a tévé is itt van végig is egymás igen, mellett. Igen, de milyen közelről nézel akkor? Ja, hát nem olyan nagyon, hát mint ahogy egy tévét szokás, vagy annál egy nagyon picit közelebbről azért, mert nem a fotelba ülök szembe vele, hanem azért, de azért. Hát olyan... Csak nem a Nikli Szilárdnak rossz. Na itt vagyunk Mannheim. Ilyesmi. Vagy Heim. Ötre fogja a botomat tesztelni mostantól. Nem németesen mondtam, Mannheim. Ja, schön. Most érjelt abban a felkiált a japon. Jakszer, ez csúnya volt. Ali. Hello. Kívülről mutassa meg megint Hexilus. Majd mindjárt megmutatom. Mindjárt lejjebb a szomaját. Amúgy szép, csak hát ő nem túl férfias. De Gabes azt mondta, hogy más is elnézi nekem, mert tőlem már sok mindent látott. Úristen, Mikey, ne nézz ide! Úristen, hát sötét van az a baj, itt nem fogod látni. Hát ilyen matyó hímzéses, mert ez... van egy Andis barátomtól, gyermekemtől, fiamtól, életemtől, Andis, amiket mondtam, kaptam ezt a ilyen magyaros pak, és akkor ilyen magyar zászló mintas, meg mit, stb. Ilyenekre lehet festeni a kamiont, és akkor ebben van ez a kis matyó hímzés is. Nem biztos, hogy matyó, csak én mondtam rá, de tájjellegű. Ugyan oda visszük, szerintem. Ja, életem, hát mert ő a fiam, hát na. Mert ő a fiam, itt megjön erről valaki. Nem az, hogy arról jön, nekem is arra kellett volna menni. Nem az, én meg úgy neki durrantam, hogy annyira néztem, hogy kik jönnek arról. Úgy neki durrantam itt az X-nek. Na, én akkor szerintem most. Midről csinálj valamit, élesz új robotomat, mert problémáink lesznek belőle. Ben, Jimmy? Én akkor váltok szerintem autóra. Ja, most autóval fogtok menni? Lehet, igen. Sok emoji, bemelsz valamit, ahogy menjünk szoktam. Autóval, azt mondjátok? Kérdezzük meg a nézőket. A nézők mit szólnak hozzá? Menjünk autóval? Várjak, csináljuk akkor azt. Menjünk még egyet. Hadjunk. Mehetünk kamionozni, hát aztán majd legközelebb meg majd úgy. Úgy írjuk ki, hogy autó, aztán... Már végére állunk. Ja, oké. Okay. A Rimo hány kilométerre van? Sok. De nem már jó sikerült, nem? De... Már lesz. Bennem van, mint az pont. Olyan jó, hogy itt vagy. Semmit nem látom tőle. Itt van még ilyen messze van. Akkor menjük valamit, akkor azért elvettetek. Akkor most valamit? Akkor mehetünk. De kinek nincsen dilelszül, akkor oda csinálok. Nekem egy darab van. Akkor... Te magad az összes szeretnél? Nekem is egy összes. Mi az az egy darab, ami neked van? Skandinál. Akkor te mondod, hogy Skandinál. Nem állítok, mert talán nem. Akkor Mannheim vagytok? Ezt jössük le. Jaj, nem látok valamit.
Hát nekem 200 kilométerre van. Akkor szerintem mindegy. Jézusom. Akkor most nem várnánk ki. Nem látok. Kiválasztunk valamit. Megyünk Skandináviába, és akkor jön utána minket. Jó, várjatok egy picikét. Mit nyomtam meg? Nem azt, amit kellett volna. Külsőbe mentek? Hol a tévetű? Valaki látja, ellopták a tévetűt. Ó, akkor utolja lettek. Hát, remélem. Hát, de van... Exilis van, lehet benne egyfajta Octavia, egy... hát Octavia, azzal csináltunk a múltkor is ilyen versenyeket. A Simulator 2 vagy, és, és arról beszélünk, hogy mi lenne, ha... Várjunk már... Jézusom, mit csinál? Látjuk, elrepült. Nézzétek, már elrepült a pót. Nem úgy értettem. Ott repül a pót. Látjátok ti is, vagy ezt csak én látom, hogy repül a pót? Ti látjátok, hogy repül a pót, vagy nem? A Transinet táblánál. A nagy feliratnál. Ezt ti nem látjátok? Csak én látok ilyet? Engem tisztelnek, meg ilyen... Igen. Na jó. Akkor ezt is tudjuk. Hát igen, ott fent a nagy táblánál, de most zuhan lefele. Ó, oh, jaj, táncolj, királylány! Jó, hát öröm látni az ilyeneket. Nincsen sok programhiba a játékban. Na most aztán most vettem észre, hogy ilyen jó hangosan hall. Vedd lejjebb, igen. Nem az, hanem pont jó, hanem csak a nyomdom, hogy... Szegény baj, Jack! Köszönlek! Szevasz, Jack! Akkor... A halmi kutat. Tuti meglovagálni ezt a témát, hogy Axel élete Andris, igen? Szevasz, Lacika! Megvan a Volvo is, meg megvan mindegyik, nem szoktam eladni, én csak beadtam valamelyik garázsba. Itt Mannheimben tudja, hogy van valami csőfogó, hogy ne lenne itt van. Ugye elmegyünk, átfestjük a kamiont addig, amíg a többiek nem tudják, hogy mi legyen. Vagy kereshetünk fuvart, vagy hogy állunk most? Skandináviába gondoltam. Mondjátok. Egy fuvart, hogy oda nézhetnénk, ha van. Mindenben de benne most vagyok. Láttam, hogy Balázs indította a játékot, neki meg nem tudom, hogy van-e. Opa. Én nekem. Viszont nem neked, ja. Nem te vagy Balázs, te Bálint vagy. Ja jó van, csak azt hittem keversz még most is. Szevasz, Jack! Járnak egyébként, amikor keverek, de hogy... Bálintok. Igen. Egyébként ki a Dávid. Menjünk átkenjük, jó? Mert... Na, azt mondták, megszóltak, hogy nagyon csajosra van. Ami igaz is. Viborba. Nekem pont... De egy próbát megért. Az viszont nem jó, várjunk. Viborg az nem jó. Szentlé... Az se jó. Na mindjárt ott vagyok Mannheimbe. Jó. Én is még átkenem gyorsan. Ó, hát akkor meg oda is érek. Figyeljetek, Helsingborg. Jaja, meg hát egyébként is én ráteszem a kezem a monitor, az múkodj, az elrepülnek a pótok. Figyelőd. Helsingborg. Hol van? Itt. Fönt, túlmentem, hát ez az. Csak rajta áll. Kisbarátom az előbb is rajta állt. Akkor parkolni, vagy lepakolni nem tudtam, most meg itt elektronikai a... cikkek? Igen. Igen. Nekem van. Jó, csak Axel nem hal, szerintem. De itt vagyok, csak leálltam. Hát Axel nem hal. Jövök mindjárt. Az messze van az? Hanyadikban van? Ja, ott van, megvan. Jó, megvan nekem is. Elektronikai cikkek mehetünk? Van ilyen. Jó, mehetünk tőlem. Akkor elfogadom, jó? Én jó, is. Akkor elfogadtam, csak én még átkenem már mielőtt. Felhasználom a fuvart, átkenem. Szia, Pinky! Itt van Pinky! Üdvözöl mindenkit! Sok halad Pinkinek! Ja, így van. Igen. Már átkenem már még. Hát, na így néz ki, Pinky, nézd már a kamionomat. Most így néz ki, egy fuvart mentem, egy rövid fuvart, de most azért átkenem, hogy legyen már egy kicsit fiúsabb. Axel! Jó, igen, itt vagyok. Sziasztok! Pinky, szia! Mi nem arra megyünk, akkor most adjunk, akkor mondtad, hogy te már nem tudsz. Ilyen cocós volt legutóbb. Nem menjetek. Jó, legyen egy ilyen, mert ez a gyári, legyen most ez. Ti menjetek elől, én megyek hátul, jó?
Jó, és akkor Alkó Hekton, ott ő. Na most jön Balázs, hát akkor... Nem. Kérső egy kicsit Balázs. Hát nem 120 km-re vagyok Mannheimtől. Balázs, figyelj, tudod mit tudnád csinálni? Ó, megint nincs világítás. A kutya fáját ezeknek. Amikor mindig kikapcsolnak mindent. Esetleg... És nem lehet visszakapcsolni más, hogy... Mi úgy megyünk, hogy megyünk Frankfurt, Kassel, Hannover, Kiel. Köszi Jack, a támogatás szervó nélkül. Orense, Kopenhága, Malmö. Helsingborg. És hova megyünk most? Helsingborg. Szervó nélkül. Köszönöm szépen a támogatást. Indulsz? Megyek, felkapom én is már fuvart. Nem tudom ki, hol van. Kamion kormányra. Ja, hogy azt nem is olvastam, kamion kormányra szervó nélkül. Azt nem olvastam az elejétől. Ja. Ja, akkor kízmosodok, mint a ladákon régen. Andris. Helsingborg. Szevasz Jackson, mit csináltok itt? Mi van veletek? Semmi. De már elfogadtuk, mert úgy volt, hogy elfogadta mindenki. Igen, én már megyek felvenni. Mondom, hogy már felvettem. Szép csajos a géped, így van. Babesz még írt a lúcba. Balázs, te merre vagy amúgy? Mi Mannheimben lint. Ó, ezt megint, ezt is szép gyorsan mentek. Ezt is... Melyik ország egyébként, Zsolt? Svéd, vagy valami ilyesmi, ott fent van. Beragadtam, várjál, de neked nem sikerült, Andris? Mi a... Aj, mindjárt mondom, mindjárt, hogyha felszom a fuvart, már megint X-elem, be-X-elem megy. Az automat a váltó. Akkor mindjárt, hogyha felszom a fuvart, akkor meg tudom neked mondani, hogy merre fele megyünk, milyen városok. De hogyha ilyen svéd városokat látsz, azokat nézed már, és ráadásul ilyen messze levőket. Vaj, neki fogok menni, tudtam, jól van. Bocsi, hát itt már nem vagyunk át, nem tudunk átmenni egymáson sajnos. Hogy én megyek elő? 94 km, megnézem, hogy van-e vállalkozója, vagy saját fotók volt, aki jól van. Jó. Zsolti megváltozott, hogy van mennyire vagy? Én ezek a Schwarzi Axel, jaj. 2000. Nem, igen, szeretek tekerni. A kormánykereket is, meg mindent. Én ilyen vagyok. Na Andrison, mondjam az utat, hogy merre fele? Várjatok, akkor én bemegyek a... Nézzek neked valami... Malmö van közel, Odense, Kopenhága, ezek vannak ott közel hozzá, Andris. 70 km-re vagyok. Trelleborg. De hogyha látsz olyan valami svéd várost, akkor mondj el, és akkor megmondom, hogy az ott van a közelben. Jó, hol van, fiam? Adik. De amúgy Hamburgon is átmegyünk, meg egy csomó más városokon is, de hogyha ilyen svéd várost látsz valahol? Bébi ételre a kicsi fiadnak, Andrisnak. Figyelj, mert Gabesz küldte, köszönöm a támogatást, Gabesz küldött, azt írja, hogy Andris, te is szerepelsz benne. Bébi ételre a kicsi fiadnak, Andrisnak. Előre ment? Hát igen, tolatva, amíg nem tudok menni. Axel, meg tudtok várni? 45 km vagyok. Ja, hát az még persze, az egy két perc, az itt vagy. Csak Andrison, te találsz fuvart? Andris. Nem igazán. De Svédországban valamit, valahova. Hogyha nem, akkor nézz elő olyat, hogy Kassel, Hannover, Hamburg, Kiel, ezek mind útbe esnek, Odense. Balázs, te fuvar, agyosz. Én csak most itt jövök. Andris, ne már. Ha akkor utolérsz bőven, akkor mehetünk. Andris, ne már. 30 km. Ma mindjárt ott vagyok, mostan nézzél egy fuvart, és mehet utána. Én is nézek majdnem. Én nem tudom, hogy fedezzük, menjél be. Tessék? Vörös Balázs, menjél be. Gyere, nézzek. Várt, ezt én megyem.
Nézek én is neked, Rastok az nem arra megy. Megettem Axel van szerintem. És Brüsszel, Gem, Stuttgart, Metz. Megettem valaki? Stuttgart, Salzburg, ezek nem. Rátaláltál Mannheimvár. És hogyha vállalkozóiban nézed? Vállal... Hát én itt jövök a Benedek után. Ja, ott itt nincs ilyen. Kocsik után? Vagy kocsi után? Aha. Én mikéljék merre vannak egyébként? Előzött az autó. Hát vagy próbálj! Szia, Mikey! Hallod, Axel, ma beértem, már rátaláltam. Nyugodtan előzve, mert majd hátulról fedezek. Vagy Andrisom, itt van például Frankfurt nagyon közel, hogyha oda előre mész, és akkor onnan nézel, mert onnan sok fuvar van. Az itt van nagyon közel Frankfurt. Aha. Szerintem oda pattanj előre, és akkor nézzél onnan fuvart. Na, hova mentek? Mert innen tényleg én sem láttam. Helsing voltam. Azt kérdezi Game Boy Jack, hogy milyen bébi ételt szeret amúgy, vagy még tápszeres? Ez neked szól. Mindkettő egyszerre is vegyesben. Egy pillanat és megyek, csak kinézek a mikrofonra. Halljátok, nekem itt Dánia, hát Dán, Getszerbe van. Nekem az kagyom már létszeres, hát az nem arra van szerintem. Hát, te is menj át Andrissal Frankfurtba szerintem, és Frankfurtból lehet, hogy tehát üresen előre tudtok szaladni. Ez itt van közel, itt van nagyon közel Frankfurt, mert mi is ott megyünk majd el, hát vagy ugye meg is nézem. Megyek, csak közben lefulladtam, mert neki de itt megyünk el mellette. És hogyha oda előre mentek, ott hátra találtok fuvart. Tankolni valakinek? Na, én találtam egy közel, itt igaz, hogy nem Helsingborgba megy. Hanem a utána elővárosba, Karlskronába megy. Na, az jó. Karlskrona, az nagyon jó. Oda majd elkísérlek, jó? Megérkezünk, akkor majd. Jó, akkor gyertek oda ott is, hogyha te látok. Balázs, az úgy jó meg lesz. Meg akárki. Apa tejet. Jaj, Dana. Nekem tartani mi a bajom. Azt mondja Miklós, hogy rátapintott akkor... a lényegre, Andris. Azt mondja Miklós, hogy anyatejet szívesen fogyasztaná eredeti csomagolásból. Akkor gyere Svédország aljára. Jó, meg alá, szét ki a fülemet. Jó, hát vagyok utánatok, azt ameddig bírok. Merre vagytok? Na, kimentetek a városból? Utána még nem sokkal. Én Axelt látom. Kijöttetek a városból? Kimentetek már? Akkor miért? Már ki. Ja, melyek utánátok, csak Mikey itt bepiros lámpázik a cseten, hogyha átmerek menni a lámpán. Csak nektek, nekem nem. Axel, itt vagyok mögött. Axel, most indulok a városból. Most indulok ki a városból, igen. Ne viccelj. Be kéne várni. Mert ti hol? Ti már annyira elmentetek? Akkor nekem csak itt a szám. Ez... Ez úgy hívják, hogy ez pesti zöld volt, nekem most sietős. Ó, és én egyedül megyek. Ó, hát mi megy? Álljál meg, Zsolti, megyek. Akkor ott várjatok meg. Itt jövünk. Neki már csak 1038. Itt jövünk 600 ezerrel. Hát nekünk 1023 kilométer, hát. Akkor van, nem is volt egy piros lámpa. Megállok akkor itt az út szélén, várlak bennetek. A zöld, láttátok? Én így, van egy távirányító a kezembe, így kapcsolom így át a lámpák, a zöldre vált minden. Nem, menj előre, kedve. Axel, te vagy sárga a kamionnal? Igen. Akkor itt tudok magad. Azt látszik? Aha, azt láttam. Azt láttad, hogy sárga? Na, mert a matyó hímzést azt nem láttátok. Azt láttam a live-ba, néztem elő. Na, hova megyünk? Lecseréli azt a festést, amit tőlem kapod. Jó, hát most próbálgatom mindegyiket. Hova megyünk? Csak Axel, én kikapcsoltam a live-ot, mert most élőben vagyunk. Messzire! Kikapcsoltad a live-ot, mert most? Mert most élőben megy. Inkább most látom a monitoron. Nem kell telefonról nézni. Na, merre megyünk? Melyik városba? Tudnád, Jenő, hogy tegnap kiköszönt be a csatom, hogy összeraknád a bokáraidat. Helsingborg. Igen, ők kicsodák. Hát ez jó. Ezek ismeretlenek. Rögtön öntök egy kis pullát. Ez miért nem? Axel, nyomja a bim. Alkohektan. Hányokom a torkom aztán.
benzinkút után vagyunk. Akkor ja. Nem értünk ide, nem? Mert jövünk már, szerintem mindjárt utolérünk. Így van, köszi Jack, toljátok a lájkokat, mert sose lesz olcsóbb a ketnyér a boltba. Azt mondja, hogy a benzinkútot elvegyük, akkor... Ne, ja, itt van egy pihenőhely, ja, meg egy benzinkút. Jó, hát akkor már itt vagyunk, már látjuk. Hol van a temmel, Tomi, valaki írt a temmel. És hát egyébként pedig Andris Zsolti is örülne, hogyha dobnátok oda is egy-egy lájkot. Bemész tankolni? Aha, csak menjél, mert én üresbe vagyok úgy. Ja, te úgyis utolérsz, jól van. Balázs, nagyon halk vagy nálam az a bot. De nálam az Tomi nem is van. Nekem nem. Megnézem a Balázs. Hegyi Lászlónak köszi a feliratkozást. Zsoltnak ott van az új Bece neve. Zsozsó. Zsozsó. Hol? Szép napokat, Tremmel úr. Mi újság? Jó napot. Hello. Szebbet, ki itt van? Tremmel? Jó napot, nem veszünk semmit. Van ma live Tremmel? Sajnos Tremmelnek? Most nem tudom hallani, mert... Nagyon köszi Csaba, hogy mindenkinek nyomta a lelkot. Zsolti, Groningen útba esik. Tomi, neked volt a születésnapod? Vagy minél napod? Micsoda, azt mondja a Miklós, hogy Andris a dislike-oknak örül, de ez nem igaz. Akszer itt egyenesen mentetek a benzinkút után? Kémer Róka, egyenesen igen. Egyenes, egyenes. Igen, egyenes is. Egyenes, egyenes. Most láttam meg Axelt, 600 méterre van Zsolt. Groningen. Jól van. Én most Zsolt, jöttem. Szerintem gurulhatsz lassan már. Jó, csak nézem ezt a Groningent, én nem látok. Nem esik útba. 300 méterre van Axel. Mindegy, ha majd megyek utána. Itt vagy, ha én utol érte. Na, igen, itt vagytok már az út szélén, úgyhogy indulhattok már. Ki van autóval? Egy na. Benedek? Mennél? Mennél elő, de Axel. Ah, oké. Okay. Csak nagyon befékeztem. Megálltam itt mellettetek, nagyon. Na, fedezlek titeket hátulról, ha jön egy barom, akkor... A Bika is ezt mondta, hogy fedez minket hátulról. Egészségedre. Bocsánat, amúgy, hogy belehapszottam, csak olyan hirtelen. Na, érdekes. Van itt egy törölköző nálam pont. Meg a monitor törölköző. Nem nevettem. Nem nevettem. Nem azért... Sim 2-n vagyunk. Van nála törölköző a monitort, hanem hogy ez így. Ha csak megnyom a Dark Souls-ot, akkor ott itt lehet egyébként. Szervert. Csaba is. Mi van? Te is csetet olvasol? Mi van? Nem, hanem kormánnyal játszok, és ja. A, megnyomtam a D-betűt, így full gáz, vagy full kormányzás van ilyenkor. És véletlenül megnyomtam, mert nem akarok. Szerintem meg kell várni titeket. Neves... Nem. Felmentek az ötös útra, Hex? Hogy mondod? Felmentek az ötös útra. Jelenik ma. Felmegyünk a... Ötös útra. Ötös. Róka. Én még most egyenesen megyek, és nem tudom milyen úton megyek, de... Gamer Róka, te az a Róka vagy? A... De megnézem. Nézem neked. Hát igen, Frankfurt mellett megyünk el, igen. Jajajaj, komolyan. Frankfurt, ez igen. És, de már ugye Frankfurtot elhagytuk, tehát már ott megyünk mellette. Mert jössz ki Frankfurtba, vagy merre jársz? Aha, ott, onnan jöttem ki most. Jó, hát akkor majd itt egy kicsit belassítunk, hogy megvárjunk. Igen, akkor majd... Olyan kényelmetlenül van. Már hogy Laci tőlem kérdezett, hogy én játszom-e Minecraft-tal, mert én nem nagyon, de van itt olyan, aki igen, itt van Andris például, ott a videóm alatt... Videóm alatt ott van Andrisnak a csatornája, ő például, hogyha átmész oda, feliratkozol, ő szokott Minecraft-ozni. És hogyha Mikey ott és van, Zsolti, ha nincs ott, akkor pozis. Nálam van Mikey. Mikey ő nagyon keményen dolja a Minecraft. Szia, Tremmel, Tomi, itt vagy egy chat. Benny, megyek már, itt jövök ebbe a sávba, védjük hátul arra a nagy hordát. Szia, Kata, köszi! Valaki dudál mögöttem, de ki az? Andris, hát most az a baj, hogy már sem tudom megkérdezni, hogy mennyire vagy, mert nem pont oda mész, ahova mi. De
ha esetleg itt majd lesz valahol egy kis benzinkút, mert Andris utol fog érni, akkor vagy menjünk itt egy kicsit lassabban, ha úgy gondoljátok. Itt van egy ilyen kiálló kis. Vagy úgy is jó. Vagy nem? De ott, hát valami lesz, igen. Nem, akkor túl oldalnak van, de hát, nem lesz nekünk is. Valami lesz hát, ott. Hát parkoló. Ide ki tudunk állni ebbe. Jó, nem. Egy kicsit. Nem, ez csak lehajtó. Köszönöm a főröntkozőt. A túloldalon van parkoló, de hát oda most oda. Hát de nekünk is lesz később. Nekünk is lesz később, megállunk majd. Hát addig is mondjuk én szerintem menjünk egy kicsit így tatásan, és akkor közös Minecraft live-okat 70-80 körül aztán Andris majd utol ér. Mekkora dumbarandal írozunk, hagyják Isten. Ez gondolom a csajoknak. Itt Norbertinek köszönöm szépen a feliratkozást. Nem merem elmondani. Igazából fel szoktam menni ilyen Rivers szerverekre, és ott szoktam. Szia, Fekete Robert! De ha úgy van, Minecraft szerver hirdetést is vállalok, nagyon szívesen. Jó pénzért. Köszönjük ki, Mike. Benni, neked be van jelölve a hely, ahol megyünk? Be van, persze. Hallod, megállsz velem, légy, mert beállítom gyorsan én is a mappon, csak azért tudjam követni a hordát, hogy nehogy ne forduljunk. Hordát? Mit kell bejelölni? Vagy hordát már? Jó, jön a horda itt is. Most akkor a horda várod? Hát igen, az még nem. Garth Clone van? Vagy hova megyünk? Mit akarsz a horda? Hát az jó hely. Aztán Andris oda megy. De mi nem oda megyünk. Mi... Várjál, csak Heisenborgon. De Andris meg aztán a Garth Clone. Van egy szörnyű hírem, én is oda megyek. Nem, én Garth Clone-ába. Hát a Garth Clone-ába. Igen, és megbeszéltük, hogy Andris majd elkísérjük. Hát nekünk nem volt ilyen kiálló eddig. Nekem se, de itt lesz valami. Nem. Hát majd egyszer biztos lesz. Majd egyszer csak lesz valami. Mennyibe kerül egy autó amúgy? 50 000. 50 000 euró. Láttad ezt, Mike? Ez nem én voltam. Tudjuk, hogy... Akkor azt mondjátok, Axel, hogy holnap egy live lesz. Hát én holnaptól nem leszek egy pár napig megint, lesz egy kis lubickolás, de többieknek lehet, hogy lesz majd ezt velük egyeztesen. Akkor Zsolt, te azt mondod, hogy következő live-ol autós lesz? Én azzal megvárom Axelt. Ja, jó. Mert hát, neki fontos, hogy a... Ja nem, hát én akkor legfeljebb cseten ott tudok lenni majd, csak... Elképzelhető, de úgyhogy nyugodtan csináljátok a dolgokat. Majd csak a csütörtökig tudok csak lejvolni. Nélküled. Igen, Andris is egy kicsit... Vissza, és ilyenkor kéne valami szépet mondani, hogy... Szépet, hogy megkönnyezzük, elmorzsoljunk egy könycseppet a szemünk sarkával. Ilyen abban a tudatban menj el. Elég nagyon kedvelünk, és várunk vissza. Így van, hát nem a világ végére megyek, csak... Elugrunk Imike Katájékhoz, az ott lakik Mikeyékhoz közel, meg sőt tatabánya is ott van amúgy már nem olyan messze. Ja. És elugrunk hozzájuk egy pizzára, még az is lehet, majd attól függ. Nem tudod, bármi kifogás, nincs otthon gáz, tudod. Várjál, én ma múltkor hallottam, live voltam az Imikeyékkel, és beszélték, hogy miből csináljanak pizzát. Hát én mondtam, hogy viszik az alapanyagot. Hogy nem tudom, valami nincs hozzá. És akkor majd az Imikét teszik bele a tésztába. Hát abban nem veszik senki de. Szerintem, azt egy alaplapon legettel vagyok. Vigyázzod, hogy mit teszel, mert... Én mondtam, hogy üsszük az alapanyagot, nem várjuk el, hogy ők szponzorálják. Meddig lesz live? Szerintem egy-két óra. Hát Imike, a múltkor volt egy live, valami fősizé, és ott beszéltünk. Hogy miből legyen a pizza, és akkor te mondta, hogy akkor egy Imike tészta lesz. Igen. Mert nem tudom, valami nem volt ott valami. Bocs, de én ezzel az informáciával nem tudok. Már a kis ízbimbóim már elkezdtek nyálat termelni, mint Pavlov kutyájának. De... annyira te nem vagy te annyira pizza. A következő után kimennék tankolni. Jó. Hát megvárjuk Andrist.
Hány kilométerre vagytok? Hát az a baj, hogy most hiába mondom, hogy 8.30, mert hogy te tovább mész, szóval ez neked nem sok mindent jelent. Egy 8.22. Nekem még van egy 1000-es. Jó, hát akkor... Hát jó, de te tovább mész. Hello! Itt van Balázs, itt van Benedek, itt van... Szia, Kata! Andrus nincsen. Én itt elrobogok mögötted. Szerda, hogyha ha megyünk, akkor szerda, de ezt úgyis előtte még ma este le fogjuk tisztázni, mert ugye többen leszünk ott, mert Magor, Róka, jön Csoni, akikkel így megbeszéltük, hogy ott találkozunk, és aztán majd attól függ, hogy mi lesz a program. De mondom, hozzá, tehát alapanyagot azt amúgy is viszünk, tehát azt, ha mégis, meg előtte úgy is szólunk, úgyhogy majd még ma este egyeztetünk, hogy akkor hogy legyen. De kár egyedül leszek Gyulának is. Andris. Nem baj, Andris, anya teljes világnap van. Ne. Menjétek a konvojba, jó? Mivel néztem? Hú. Hát, ó, ez mi volt? Jaj, hát én meg leszorítottalak az útról. Ó, bocsánat. Nem tudom, hogy csináltuk, de megcsináltuk valahogy. Jó, nem kell elkezdni. Bemegy megnézni a kóvót. Szia, Ferenc. Megálljok. Everybody, igen. Itt szerintem álljon majd. Felborultál nagyon az autóval? Majd jön. Belém jöttek, gondoltam már. Fiúcska! Aj, ez mi ez itt? Ez bocsánat. Itt mi? Nem tudom, de engem is pöccöngettek. Mert olyan hamar, mondom, én beláttam a sorba, azt olyan hamar lefélt. Én pont úgy álltam, úgy álltam. Szia, Ferenc. Ó, oh, csókolom. Kérek világi egy kávét. Helyetek, megtaláljátok a lyukat a tankhoz, világítok. Lehetne kérni egy dupla kávét? Csókolom. Tejjel. Zsolti. Benne maradt a lábába a ideges, vár valakit. Benne maradt a bugi a lábába, azt nézem. Szóljatok, ha indulhatok. Viszket. Vannak rá egész jó krémek, hogyha ennyire viszket. Igen, Balázs. Beni, menj be onnan, mert... Most én miért akadtam itt meg? Tankolni akartam. Megakadtam a csajba. Ne mondjátok meg. Na Balázs, mi történt? Várjatok már, mert beakadtam itt a csajba. Minecraft-t nem lesz már. Nem Minecraft, farming. De az igen, szerintem este lesz. Akkor majd elküldöd a mapot. A videó alatt a leírásban be van a Minecraft, Minecraft-nál lesz. Jaj, jaj. Na akkor most soha vissza nem téri alkalom. Soha vissza nem téri alkalom. Teszek be egy kis webkamerát. Várjátok, akkor egy nagyon pici türelmeteket kérem. De meg is találtam. Kösz, mehetünk? Jó, mehetünk. Hello. Ja, elkezdted anyan a falkában. Hát én is még abba hagytam, de majd vissza, lecsengenek ezek a nagy fürdőzős dolgok, aztán itt a nyáron, és akkor augusztustól majd szerintem Axel, én visszarázódom. És akkor visszarázódom én is ezekbe a dolgokba, és akkor majd folytatjuk. Egy banános jó, és nem te. Hát honnan tudod? Ez nem is banános jó volt egyébként. Ez a különben dübejövünk kettő. Márki, ha mutatsz egy tök jó... Ez Csárdi Filpó volt. Akkor még az is lehet. Ja, nem borotválkoztam. Axel, te vagy Jason Tetem. Ja, azt mondod? Tetem. Te hallod, Tetem. Tetem. Szóval igen. Tetem. Vagy hívjatok Charlie-nak. Charlie. Charlie angyalai. Azaz. Én Axel Pólinak jövök. Kárló Peder Zoli vagyok. Azt ki tudja, hogy az kicsoda. Alkohol, egy ember. Jaj!
Egy ember volt. Fogadjunk, nem tudod, hogy ki az. A fiatal korosztályt kérdezem, tudják? Balázs, vagy... Én tudom. Hát én azt tudom, hogy Adimó, mert én nagyon jól tudom, hogy te tudod, ki az. Hát, mert itt tudni, hogy mi az. Lefulladtam. Imike, igen. Este. Igen. Szia, Dani. Így van, Gabesz is tudja. Na. De mit kell tudni? Hogy ki ez a Carlo Pederzoli? Hát itt szintben. De ki? Mi volt a művész neve? Honnan is, milyen néven ismeri a világ? Jack Sparrow. Ja. Az. Ha Pederzoli, Sparrow. Így van, hát írják itt már a csetán, mindenki tudja. Én nem tudtam. Van egy korosztály, aki azért tudja. Nem tudtad? Én nem tudtam. Nem? Én nem szerettem soha ezt a... elveszett szigetek kincseim, meg ilyen. Hát pedig nem lehetett annak idején, a mozikban nem volt hely, tehát már ilyen foteleket tettek be oldalt, meg mindenben annyira eladtak, hát már minden egyet. Régen ez volt. Mindenki úgy jött ki a moziból, hogy karatézott. Meg munkahelyeken erről beszéltek, hogy áj, mit csináltak az új részbe, tehát hú, akkoriban ezek voltak a Jack Sparrow-k. Tudod, mert perc, hogy jöhet. Persze. Ezt még én nem tudom. Én nem néztem. Gyógyi, neked még hány kilométer? Jaj. 710. Abszolút, megyünk. Abszolút, elterüljük. Csak 710. Andrisom, te merre jársz? Sem. Andris fiú. Le van mútolva, lemények a tanul. Ja, igen. Ja, tényleg. Gyógyi. Pam, tudtátok, ha megy végig az elakadás jelzőtök, akkor nem van. Megnéztem egy Bruce Lee filmet, aztán kb. Fiúra egy karatéztem. Hát ez így jó, úgy jött ki mindenki a moziból, hogy rugdosta a kukákat. Mindenki nagyon erős volt egy Bruce Lee film után. Bruce Lee! Bruce Lee. Én a Bruce Lee-t ismertem. Andris elaludt. Na, tényleg megy nála a live? Ki tudja, mi az a Bruce Lee? Hát... Ezetes hát, ja, fal. Hát, igen. A világ volt. Egy orosz. És ráadásul nyers fal. Igen. Jelle. Hú, hogy szerettem. Nem az orosz? Zsolt, Imike kérdezi, hogy jöhet? Hát persze, hogy jöhet. Mert átkattintottam oda hozzád. Farmingba. Ja, hogy farmingba. Farmingba kérdezte. De majd Zsolti, akkor én is letöltöm aztán majd. Jó. Videó alatt ott van leírásban a map is. Megnézem, mert Andrishoz átkattintok, hogy ő merre jár itt. És mi ez az egyszer mód? Egy ilyen tartálykocsomvel lehet a... Jaj. 3 megabájtos kis. A sört? Andris áll az úton, vagy mit csinál? A sör miatt megérik. Andris a live-ban miért áll az úton? Azt tudja valaki? Sörpálinka. Nem tudom, Andrissal történt valami. Szerintem elment. Szerintem beállott. Lefegyed a billentyűt. Csak csinál. Eszed né vagy. Leállósában áll. Azt nézem én is. Láttad, hogy Benzi elaludt 3 sávon lement 2-re. Csak nem hallottam, hogy kukkoltam. Halljátok, engem hibáztat a Benzi. Jaj, te megállsz az út közepén? Hát úgy... Oda kell ám figyelni itt. Hallod, Axel? Engem hibáztat, Bendi, hogy a 3 sávos, tudod, a 3 sávtól eltűnik egy, és én meg azon mentem, és én meg szépen, ahogy ment az út, én jöttem befele. Azt ő meg megkezdem, mielőtt kitérsz. Igen, csak azt láttam, hogy live volt, csak éppen áll az úton, az út szélén. Szerintem. Szünet villan. Miért nem a kamionba csinálja? Hogy szoktak főzni? De annyit szeretek lehetően. Ja. Na hát ilyen autók vannak ugye, tehát és akkor jó, nagyon jót versenyeztünk a múltkor. Gyere vissza, Bendi, ide előre. Imike, a kamionban is kedvetek jön? Filip Benedek. Forda Franz. Na. Filip! Vagy eszik, vagy alszik, vagy mindkettő egyszerre.
Jaj, láttam. Ahogy menjünk felfele. Na, jól van. Ha jött Axel, ahogy menjünk felfele, így látom a dupla pótosokat. Betugálj, Bendy. Axel. Figyelek. Látom, hogy olyan minden, hogy a csávó elaludt a járdán, és gondolom előtte festette a háznak az alját, és aludt, és közben megfestette ott neki. Jaj, én is láttam egy ilyen... Úgy feküdt így az oldalán, ugye? Igen, csak, igen, és akkor hogy csuklógó. Reméljük nem lett hosszú a melegtől. Én szerintem inkább... Ott nem tudom, ki ment le jobbra. Az... Bendy ment el jobbra. Volt, ja, ő ott. Csak valamiért úgy gondolta, hogy jó ötlet. Hát ki megy körül, ez aztán majd jön vissza. Jól van. Én meg itt jövök a sor elején. Az a jó hír, hogy... Az a jó hír, hogy 3 óra 39 perc, úgyhogy nem sokára 3:40, nem sokára már nem futnak a zombik, és jön fel a napocska. Akkor Axel, egy jár többet. Mikey, nem indítotok valami új szervet, valami 7 Days, valami... Az Alpha 18-ot. Már Alpha 18-nál lesz. Jó, csak az mikor? December. Hát az nagyon messze, akkor addig nem lesz. Attila! Addig nem lesz, akkor múgy is Axelnél azt mondta, hogy nem lesz 2030-ig 7 Days. Ja, igen. Jó, hát akkor addig... Kini mondják az 1.0-át. Most, igen, most azt beszéltük, hogy nem nagyon... Hát nyaralás is volt meg minden, de úgy valahogy egy kicsit úgy háttérbe is szorult, nem nagyon mentünk fel a szeróra mostanában, úgyhogy nálunk is meg lesz most szüntetve, úgyhogy ha játszanak, akkor vagy single playerbe, vagy felmegyünk majd Miklósékhoz. Úgyhogy ilyet változott a világ, gyerekek. Van, aki azt mondja, hogy a nyáron lesz, van december. Jó, december. Köszönöm szépen, Csaba. Szia, harap! Jaj, Zsolt, itt lementél! Lement. Ufa, aki neki ment a szalakorlátnak. Én voltam. De most miért nem... Köszönjük, Haraszt Zoltán. Pont. Mehettél van a jobbra vagy balra, de pont középen mentél. Hogyha a nagybetiket alkottél. Pont előbb, nem jelszó már megvan, Miklós. Én ezért jövök előtt. Megkaptam az engedélyt már. Megkapott a Miklós valamit. Legálisan. Ajaj. Axel egyébként nem mentem volna arra, csak nem tudtam eldönteni, hogy Zsolti merre ment. És hát kicsit későn rántottam el a kormányt, akkor azt mondom. Egy jégdarabot amúgy. Gabesz, ez úgy van, hogy hát mit tudom, durván 3000 forint havonta, mert tehát úgy van, hogy ugye 0,9 euró egy slot, csak megszabják, hogy nem lehet 3 ember, tehát hogy azt hiszem, hogy tehát lennie kell, és nem tudom, majd minimum 8 vagy minimum 10-nek lennie kell, de szóval ott van, hogy azért mondom, hogy durván úgy annyiba jön ki a végén. És az lehet, hogy csak 2700, csak úgy mondtam valamit, de tehát így. Van, Bendy, legalább sokan. Picit azért lassítok rá, nem múlt. Zombi szeróra. Közi kalaz. Én 200-zal megyek. Vidra meg azt akarja, valaki melegítse fel a nyelvét. Ki vidra? De nem érte illet konkrétan. Nekünk van ilyen fasza elektromos hő... Ja, akarom. Ilyen jó elektromos hősugárzónk, azt szívesen odaadom. Menj van az ilyen gázunk. Ilyen ilyen belülő forrók. Várunk. Múlt héten már Tesla-i volt valaki az Alpha 18-ból. Nem hinném, hogy decemberig várnak vele. Hát Andris még mindig áll. Várnak a megjelenésével. Nekem elég összerakottnak tűnt. Mikey-re. Igen. Új Zsolt, miért fúj? Mi az, hát, majd látjuk, de idén azért jó lenne nem lekésni azt, mert ugye tavaly is lett volna olyan, hogy ugye minimum 1000 feliratkozónál lehetett jelentkezni, hogy ki szeretné így tesztelni és live-olni így a kiadás előtt. És itt Magyarországról senki nem, tehát most jó lenne nem lekésni ezt az izét, és akkor bejelentkezni rá. Mancsóna, ha így lenne. Neked Danu a neved, de Dia lett, Diából lett, ugye? Mert akkor az egy egész hétvégén menne a dolog, akkor az egy több napon keresztül reggeltől estig. Jó, itt a blankot.
Írsz a pumpkinsnek aztán. Csak ilyen, csak nem tudom, hogy mikortól lehet ilyenre jelentkezni, vagy hogy, hát majd. Szerintem most megírod, és akkor már jelentkeztél rá. Akkor Daniel. Nem tudom, hogy megy. Lehet Andris felszedett egy, ja, lehet, hogy egy ilyen kis pillangót felszedett, lehet. Nem tudom, miért is nincs ilyen a játékban, még a GTA-ba is fel lehet szedni. Mit? Hát ez az. Gabe, ezt köszi. Hát ez az. Jaj, de lemaradnak mindig. Majd felhagy majd. Jaj, de nem bír akarhatok tovább menni. Mert a Dániát már beléptünk a DLC-be. Tehogy. Ezek szerint, ha nem tud ezt a sok szürke helyet, ami ott nekem jobbra-balra van, szóval ezeket mondtam, hogy itt jó lenne autóval felfedezni. Virának a nevét tudom már, Danielának, nem? Vagy Danunak, nem? Meg... meg nem tudom, hogy meg nem. Itt Virának... a mapnak a szíves. Mindegy, azért mikor, hogyha hallasz, hallasz ilyesmit, akkor majd mondod. Virának már kitaláltam egy pár szót. Hát és ez nekik is a céljuk szerintem a játékkészítőknek, hogy legyen ilyesmi. Átmegyünk egy hídon. Látom, hogy egy kis viadukton. Vagy ez igen, híd? Ja, mégis ez híd hát is ráadásul, tényleg. Én már azt nézelődni. Figyeljetek a hídon, csinálok egy ilyen kis képet. Tudod, ez szép nagy. Hát gondolom ezután várna lesz a fúval. Ha láthatok belőle valamit szerintem. Na most átnézünk Zsoltihoz. Tankolni valakinek? Most már nem. Hol vagyunk? Andris szerette tankolni. Hol vagyunk? Csak még most álmodik. Az aki meg tudtam mondani. Ki álmodik és mit csinált? Nem aludtál? Mit csináltál? Ettél, aludtál, ezt... Már éjszakai pillangó is volt benne, mindenki nem, találgatott, hogy... Ki álmodik? Igen, live-ból így el lehet menni boltban, én sose próbáltam. Most anyámék mondták, hogy füst meg magad. Nem ellenkezek velük, hanem muszáj. Három nap a public megjelenséget. Mit szedett ki a banka? Meg nem irányít a levélírás. Én alszok egyet. Ja, nyulat a bukorból. És ezzel mindig nem támogatom úgy. Mindig nem szponzorál, nem tudom mi. De egyszer biztos fogok csinálni, akkor itt leszek. Na, az Antti is elsítezik. Ja, nem. De, de. Jó, de. Skandináviában megálmosodtunk, hát. Megmutatok a kamerában, ez a kedvencem amúgy. Van egy új, de azt még nem próbáltam. Lesz X, hogy a... hogy a balckos, meg a puncsos a kedvencem. Mindenki elsítózik, azt nekem kéne legálmosodni. Egyébként azért ásítóznak, mert nem tudjam, hogy... Most ilyen pszichológia, hogyha valaki ásít előtted úgy, hogy látod, vagy hallod, vagy akkor ásítod. És ha nem ásítod, akkor az azt jelenti, hogy pszichopata. Ez hogy igen. Mustafa, itt megy Mustafa, vigyázzatok, mert Mustafa előz. Mustafa, kevan. Szóval aki nem ásított, az pszichopata. Igen, pár. Soha, hogy tudjuk, hogy te titokban mindig is szihopata volt. Veszek másik videókait, azzal mi van? Ja, hát annyira nem sűrűs, mert hogy végül is ez így meg vagyok elégedve, de csak hát, hogyha ezt valaki megvenné, vagy valakivel megegyezünk, akkor, akkor igen, de hát végül is én ezzel így meg vagyok elégedve most is. Csak hát, hogyha úgy adódik, akkor, akkor meg lehetne lépni a cserét. Videókártya cseré. Nem volt ezzel gond, elment szépen. Ha szépen, úgy is elment. Nem kapkodom. Is neki. Ja. Hát jó, de csak a, például az a Miklósnak mondom, hogy azért az a 2-3 nap is azért olyankor, az emlékszem a 17-nél is azért az volt, hogy az emberek akkor ott ültek, tehát azért azoknak, akik akkor streamelték, azoknak azért volt nézettsége.
azért azok úgy... Az augusztusra ígérték. Tankolni, aludni valakinek. Azt hiszem, akkor novemberben jött meg? Annyira nem... Nem, ugye meg se hirdettem, vagy semmi, tehát annyira nem, ugye el is felejtettem egyébként, meg hát nem is sürgős. Nem, az biztos, hogy nem az a teljes neved. Én már kitaláltam a nevedet, de az pedig biztos. Andris, neked még jó sok van, fuvar. Hát most, ha szólnak az ősök, akkor menni kell, nincs most. Azon gondolkozom, hány is van még? És van még három... Akár mennyire esik szarul, nem menni muszáj. Andi fel a piszkálni, mint nem mész. Uh-huh. Te mondanád, hogy nem. 5 perc eltetével aput hozza a stílt. Gépet, meg monitor kettőt. Nekem ugyanezt csinálom. Nekem nincs annyi pénzet, hogy még egyszer megvedd nekem ezt a számítógépet. Nekem utána bízva. Engem meg Zsolti, tehát tök nézik. Én búsút összek, mert lassan megyek haza. Meló volt velem. Ja, nagyon szépen köszi Gabesz, hogy itt voltál, köszi a támogatásodat. Szevasz, a tesz! Szia, Gabesz! Bocsi, ez egyen. Na, Mancóna, kitaláltam a nevedet, hogy... Tök, Donnak, hogyha kitalál a nevét, szerintem akkor kapsz egy hatalmas nagy feliratkozást tőle. Hát diát tudtam, de azt mondja, hogy nem di. Nem dia. Akkor Daniel. Szevasz, Piro! Danu, segítettek nekik? Hát nem, hát hogyha Danu nem mondja, akkor te sem mondd meg. Clarissa. Van amúgy Danunak egy nem olyan régen csinált egy másik Facebook oldalt, ahol mondjuk nem a valódi nevével van. Repül a kopulant is. De azt hiszem valódi fényképpel van. Hoppá, várjunk, hoppá, de úgy teljesen... Tudom, lerendezzük PUBG-ban, jó, megpofozzuk egymást. Ja, ezt már Kovács Kati megérjek el. Józsi, hol vagy? Az anya, hol vagy, Józsi, hol vagy? Akkor megtaláltuk Józsit, Mancóna az. Szóval azt mondod, hogy Danu, Józsi. Józsi meg Danu. Miket beszéltek? De most vagyok Ödensz. Egészséged vagyok. Jaj, jobbulást. Veszít anyába. Szeva, tesz! Ja, ezt nem kéne utagatni, mert ez lesz. Andris. Tudsz, mondjad. Jössz, elindultál? De neked még mennyi van hátra? Egyébként 800 km. Vagy 800, hát gondoltam, annyit várt, igen? Danu azt mondta, hogy egyszer jönne velünk. Hát egyszer volt már, velünk. Volt már, amikor jött. Próbáltuk ott már van. Azt is. Valamelyik nap beszéltünk ott. Szia, hát mit iszom? Ott talán, ő live volt. És ott kérdeztem tőle, és azt mondta, igen. Ja, hát. Ezt ti tudjátok, én mondom, most nem leszek egy pár napig. Ti meg eldöntitek. Ha Gyira beszélek, Attila automatikusan megjelenik. Akkor csajozhatunk, nincs itt Axel a király. Ja, nyugodtan. Szerintem, hogyha én elkezdek este live-on egy olyan játékot, amit régóta szeretnénk, akkor az reggelig fog tartani. Egyik játékot, aminek nincs vége, 15 óra alatt végig játszottam, igaz nem live-on sajnos, de végig játszottam. Na látod, Andris, ezt kellene csinálni, 15 órás live-on. Most vagyunk itt Odenzébe. Andris, figyelj, két részben meg tudná csinálni. Zsoltnak meg izét kellene. De azt mondom, hogy 12 órát enged visszajátszani. YouTube az csak 12 órát enged. Mikeyért neked, Andris. Hát de még akarom a többi részét. Mit értettem, Mikey? Nem látom, csak saját csatom. A Kovács Katit. Nekem énekel Kovács Katit. Ilyen sokkal is. Fire Lady-t énekelhet. Zsolti, neked direkt vagy a villogó a sárga? A sárga? De nem mutattam, mert még elkezdett a YouTube. Hát oké, éjszaka bemutat, szóval de most. Fizet a promóció, miért le fog tiltani a YouTube-t. A Vigor az nem is fizet. Hát ez most ilyen gyári festés. Már hogy... Szedem ott Minecraft-et. Axel leszavazta a festés. Lát vagyok mennyien. Jönnek, nincsen. Na ugye ez hát, a DAF-nak a... Akkor szerdától kezdődik a 31 nap.
Jó, akkor én így számolok, jó? Ez a 31. nap, és akkor lesz 6. Mi? Mely? Hát, Danu. Mit kellett ehhez szívni? Szia, tudja. Na nézzük. Emlegetem a pacsit, ezt megkérem. Haladtunk a tenger. Nem is több pacsit, tudom. Haladtunk a tenger, Rubikék. Mindig akkor legrosszabb, amikor vagy alszom, hogy olyat nézek, akit szeretek nézni, és olyan lájon, amit szeretek játszani is, meg nézni is. Hát ez a 30 szimulátor, de hogyha holnap a betervet, akkor holnap tudunk menni pacsit. De holnap. Én nem viszem azt a fúval. Mert akkor holnap délután tudom. De hogy viszed? Ezt már így folytatom, nem fogom elvinni valóban. Szevasz, Paska Norbi! Szia Norbi! Jó lenne. Hello Norbi! Norbi, neked is megvan az RTS, nem jól emlékszem. Lehet, mert Danuéka biztos, hogy ment. Igen, de azt hiszem, hogy beszéltük mi azt Norbival. Szervusz, Blanco C. Bandit, te hol vagy? Hát én mire várjak? Én? Tőlem kérdezed? Nem, hanem Bandit kérdezem, mert nem, ő így volt, ja? Danut kérdezem, hogy tőlem. Hol tartasz, Bandi? Igen, megvan Norbinak is. Már nem. Jó, ha tőlem kérdezed, akkor... Igen, de hát te elhagy minket úgy, hogy tudsz akkor úgy terülni. Kértem, hogy ne, de hát mindegy. Hát valahogy ki fogom bírni, de... Meddig tart? Nem tudom, most van fél hét. Nem tudom, még meg se érkeztünk. Hát innen még szerintem megyünk még valahova, gondolom én. Itt lehet itt jönni? Nekem már csak 60 kilométer. Lehet jönni, vagy megszívom. Lehet itt jönni? Remélem, hogy lehet. Jönni a teljük. Mikor? Kétség. Aki nem megijesztett. Most szállt el az interneten a magaslatban. Ah, szuper lenne. Na, akkor... Vagy egyszer, az a magaslatban. Van még egy... Motorhiba? Mitől? Aki jönne velem. És az... Megsérült a kamionom, hát ezek szerint igen. Jó, is nézzük, de nem nagyon emlékszem, hogy hol. 11%? Hát hol? Nem tudom, meg szemben csinál. Össze, még lehet, hogy amikor... Az előző lehet. Nem, a legelején én úgy indultam, hogy megjavítottam. Csak lehet, hogy itt az autóval, amikor összeütköztem, így ledaráltam egy kicsit, nem tudom. Nagyon nem mentem neki úgy semminek. Hallod, Axel, én mondom, én kikerültelek, én egy kicsit a fülkédet húztam meg. Hát igen, lehet egyébként, hogy akkor... Hát mindegy, majd megyünk úgyis egy festésre, meg egy javításra, betérünk valahova akkor. Minden fuvarnál új festés? Hát most, ha már kicsit lesérült, akkor... Nekem 86 kilométer van. Oda megy 9 óra. Ajjaj. Nekem egy kicsit telefont kéne. Itt van egy parkoló, én beállok egy kicsit. Ha abban nem lehet, menjetek, ha nem, akkor ne. Jaj. Ó, nem lehet csalni. Itt vannak a csajok, én beálltam. Igen. Nézzük meg. Kivisszem a táblát. 1160-ig tudok menni. Fészkes fenék! Köszönjük számodra, valami érdekes infó. Mennyire tetszett a történelem órád mafiázás közben? Igen? Hát ma van az évfordulója, ez van, gyerekek. 1,54 nem tankolom, menjétek a fenébe. Axel, nektek még hány kilométer? 175 millió euróból nem futja egy tankolásra, menjétek a fenébe. Mehetünk. Menjek? Menjek. Mehetünk, hát akkor még egyszer megnézzük a profilképemet, a webkamerámat. Kik látták közületek a Mennyország című? Zsolt, itt tévét nézzük, mert a sarát se ismerek. Nem, volt egy olyan, hogy mennyország.hu. Ja, volt olyan, nem. Tényleg, volt olyan. Valaki emlékszik még rá?
Egész jó kis film. Volt egy, hát ez nem volt egy hosszú film. Nem volt hosszú, de egy egész jó kis film. Nyolcadik kerület, meg ilyen. Olyasmi, olyan volt. De hát ez már, az vagy 20 éve volt, vagy nem. Ez nem most volt. Azaz. Ez jó profilképe. Korlát. Nem is a tiéd. És egyébként kijelenszik a Tau bácsira. Jaj. A kis kalapjával. Kis kalapjával. Igen. Hát az viszont már azért olyan 40 éves sztori inkább. Micsoda? A Tau bácsi. Ja, egy 30 biztos, de... Én nem vagyok olyan ideig. De maga a mese, vagy hát szóval azt játszották, hát azt csak... Nem e-mail cím, Vitus, hanem... Az egy filmnek a címe volt régen. Hát azon, az akkoriban... Az volt a film. Mondjuk nekem nem jött be úgy, egyszerűen, mert azért ilyen ikubajnokságot lehetettem beszélni. Csak egyszer meg lehetett nézni ezt a nekünk. Jó, visszaváltunk, meredek. Szia Béla! Gyere te is eltérsünk. Fizetős kapu. Piroslik valami. Ja. Piroslik? Vagy mi? Ott egy lámpa itt a szélén. A 90 kilométer, úgyhogy már most ideje, hogy piros legyen. Ott volt a piros lámpa. Egy piros lámpás házat találtatok? Jön mindjárt Andris. Andris, megjelöljük itt a térképen neked. Hol van? Kösz! Szerinted érzem a live-odat? A harmadik monitoromról, vagy mi? Nem érzem a live-odat. Szóval jelölt lehetett volna, hogy... Mehettem volna ott is. Hoppá. De gyere, meg kéne már csinálni a második monitoros támadást. Hogy nem tudnám adni. Csak kicsit. Félrenézek, azt ott látnám a csetet. Nagyon jó volt. Én is félrenézek is, és nem látom a csetet, mert ritkán nézek félre. Nagyon jó helyen vagy. Az fix. És azt mondjuk, hogy félrenézem? Szia Norbi! Köszi, hogy beköszöntél ideig. Megtisztelsz a jelenléteddel. Én is köszi a lájékokat. Van is fent van, én pont nemrég néztem. Mármint a Mennyország, nem a varangy. Hát a varangyat én nem néztem, az valami... Nem? Valami szappanopera volt. Valami szappanopera. Igen. Ma annyi spanyol és mexikai utoljára. Szappanopera. Utoljára láttam például a Paula és Paulina. Fúj! Jézus! Nem, én hallottam, hogy van ilyen, csak soha nem láttam. Nézték, és akkor így kényszerűen bementem. Fúj. Ott van basztus. Sziasztok! Szia Vera! Sulaiman Szultán! Ki a Verácska? Azokat én már nem néztem. Vera, te milyen szappanoperát? Milyen szappanoperát szoktál? Ezt most nem értettem. Szappanopera. Hát szappanopera, a sorozatokat hívják, úgyhogy szappanopera. Tehát nézel valamilyen sorozatot vele? TV-ben? Nem tévézek. Hát azért rendes lány. Nagyon okos lány. Nekem tetszik. Szia Móni. Mindjárt odaérünk amúgy. Szia Sörös Béla. Csak Letti nem köszönt és nem vettük észre, de itt van Letti. Itt van Ben. Szia Letti. Szia Letti. Nem már megszólalni. Vera, mi volt a... Megszólalhat, nincs itt Pinky. Egyébként, mert én láttam, hogy írsz, írtam... Mondta, hogy nem szereti a kamionokat. Mondjad Zsolt. Hogy mi volt a Discordoddal, mert én láttam, hogy írtál, meg írtam is itt, de... Azt mondtad, hogy nem tudom. Nem tudom, de nálad meg az Axelnál bokkolja. Tehát én nem tudom, én másoknál meg nem. Nem tudom. Mit csinál nálunk? Blokkolja az üzit. Jó, hogy nem tudsz írni. Nem látom, amit írtok. Ja, tényleg. Andris, te vagy blokkolja. A Discord. Andris állította be nálunk. Úgyhogy Andris tehet mindenről. Kenjük rá. Andris, csináld meg, légy szíves. Andris? Mit kezdem az zöldcsarodsz a izé Discord? Igaz, én régebb óta használ a Discordot, mint Axel, de...
Ezt kipróbáljuk majd, adás után kipróbáljuk írok Verának, kíváncsi vagyok, hogy visszaválaszol-e, vagy mi lesz, kíváncsi vagyok. Mert én úgy láttam, hogy minden üzenetet látok, majd minden azért kíváncsi vagyok, igen. Most inkább segíts nekem, Danuból ki kéne szedni. Mit kéne kiszedni? Kit blokkolna. Peti, hogy blokkolnám, de ott ki. De azt szokták mondani, hogy blokkolnám a negyed, blokkolnám. Igen. Gondolom Danu, nem mondom. Danu írta ezeket? Igen. Blokkolnám. Hát akkor írja be a nevét neked, hogyha hát te szeretnéd tudni. Ha ott van nálad, akkor... Én is úgy kerestem meg, én is úgy találtam rá Danura a Facebookon. Nekem nem árulták el annak másfél évvel ezelőtt, de magamtól jöttem rá, úgyhogy... Nem is magamtól jöttem rá, hogy hívják meg. Mert ott hibáztak, hogy a, ott hibáztak, hogy a saját, akkor még manstesoknak hívták őket, és ugye lájkolták a saját posztjukat, a saját valódi nevükkel, vagy fiókjukkal, és akkor az alapján kitaláltam, hogy ki kicsoda. Úgyhogy itt hibáztak. Szóval én könnyű voltam, fogadjunk. Ja. De amúgy a stream az nem lesz túl tartalmas, mert alig beszélek benne, de jó. Beszélek szel helyettem. Nem vagyok. Igen? Nem. Sokat beszélek? Nem meritek megmondani. Ki mit csinált ma? Nem merünk szólni, érte. Ja, nem mertek. Böllegény! Adimóta, te tudjék, hogy te csöndes vagy. Ez az. Éppen be vagy állva is kecskékkel beszélgetsz a nappaliban. De valaki mondja már el, hogy mi Danúnak a neve. Hát ezt majd most nem, így nem mondjuk el, mert hogy hát, hogyha ő titkolja, akkor így nem. De nem a teljes neve, hanem keresztneve. Manzóna. Daniella vagy. Manzóna! Keresztnevére vagy kíváncsi? Igen. Nem tudod a keresztnevére? Hát nem tudom, hát honnél tudnám. Abszolút nem hasonlít a Danura, azt megmondom neked. Sosem találkoztam vele, sosem beszélt. Ez mi volt? Én beszéltem vele, annyit mondok, soha. Annak akadtam meg, hogy A betűvel kezdődik a neve. Nem D-vel, nem B-vel, hanem A-val, és innen tippel. A Danura meg felegyezik ebben a kis Bocsi Zsolti, bénázok! Ne haragudj! Hogy? Zsoltinál vagyok, vagyis vagyunk Zsoltinál. Zsolti, mert beírod azt, hogy fel kell tenni a Zsolt és átirányít a csatornáját. Nem mondtam meg. Te bevállaltad? Aki bevállalja. Én is bevállalom, kívántam. Hadi mindenki. Ez elég szűk tekintet. Mi a bóla? Szűk, szűk, de az olyat szeretjük. Jaj, nem nevettem, de felé. Majd késő éjszaka... Ebben legalább van egy kis kihívás. Az ilyenek. Visszaegyeztettem Dropscore barátommal, és lesz nektek az összetetőjünk is. Egy kicsit napszom lett, jó? Hova vagyok? Súroljuk a másikat. Egy kicsit. Oké, kérdem el, de először gyere ide. Azt mondja, Danu megverszolunk, hogy meg a csinbe kell maradni, mert Danu kicsit. Engem. Szóval tippelhetsz. Azt mondta megver, de azt mondta, hogy ennyi segített. Kit vernek? Engem, igen. Hájt. Ha kitalálod, megver engem. A kezdtem egy út. Utoljára Juga Ungár kicsitem. Tehát, hogy ütetünk neki a felszabadulására. Semmit se lehet mondani, így van, nem is mondok én, Danu. Jó, tényleg volt egy kis pitty-putty. De azért 90-esre beparkoltam, csak egy kicsit tönkevertem. Én nem mondtam semmit, Danu. Én sem mondom meg, hogy Eufrozina. Tessék? Én sem mondom, hogy Marsozóna. Tessék? Hello. Hello. Itt tessék. Vége valaki, hogy Geri? Felkiált olyan Geri. Nézzük, hogy hol van egy csörgő fogó. Daninak hívják?
De, hogy kit? Persze! Kicsodát? Egyébként Virna szokta mondani, hogy Danunád. Hát az... Én azt hittem, hogy... Danu az akkor egy nagy Dani, hallod? Még én tényleg azt hittem, hogy Daninak hívják, mert Dani. De, hogy... A egyébként én ízére gondoltam, van egy olyan... Szia, lett itt nálam is. Szia, autóvadász, még egyszer Axel egy bevállaló srác. Na hát, a szűk szereti teljesen normális. Teljesen normális vagyok Attila szerint. De persze én a kamion parkolásról beszélek. Mindjárt visszajök. Mi meg másra gondoltunk a tesz, úgyhogy. Nem. Egyébként nekem olyan tiszta, mint a patyóra. Várjál, Zsolti, megkérdezek egy... Azt tudjuk, Zsolti. Zsolti, az pervers vagy nem? Én nem tudok ide beállni. Na mindegy, megjavítom, de akkor át is festjük, jó? Adi magács, nem beszélgetve. Axel, nem tudok beállni. Akkor nyomj át. Vigyek cuccot! Csinálok egy javítást is. Most már jó lesz. Na szóval, Adimo. Igen. Zsolti, mert mennyire beteg a fantáziája? Semmennyire. Eléggé. Zebramentes. Elég. Zebramentes. Adimo minden tudó. Tudja. Én igen. Ne! Látod? Adimo azt mondja, hogy problémák vannak az elmény, de afrikai problémák vannak az elmény. Tényleg itt át tudok menni, miért figyelek? Itt vigyázok, hogy Benedeknek neki megyek, meg erre Enigma meg keresztül megy rajtam. Hál' Istennek! Eszembe jutott. Fú, ez meg egy kicsit megint csajos. Zsolt, ki van írva föl, hogy lokalizion. Jó, ez így jó. Nekem ez így tökéletes. Város. Hú, egyszer egy ilyenem volt már egyszer. Legyünk most zebrák, nekem az úgy megihletett ez a zebra, nézzük csak körre. Az így ilyen. Akkor át lehet rajtad menni? Lehet zebrás, zebrásra csinálom. Hát ha már lehet neked javítani. Szia Geri! Akkor számolok. Nem tudok jobb. Számol, szerint 2-3. Ha egy kedvére jön, akkor elmondani neve. Az a baj, ez már megint ilyenkor lesz egy a lámpákat. Andi? Andrea? Az is. Igen. Vagy lehet Aliz. De amúgy szólok, hogy mindegy, nem tudom, az túl nagy segítség lenne már is, tudom, mert én. Nem, ma... Hát némíts le. Akkor... De némíts le. Vagy tanult? Nem, valahogy. Vagy írd meg privátban nekem, és akkor... Ezek az állati mi? Állatminták. Zsolt, itt találgass el, csak egyszer csak összejön. Csak annyit mondjuk, hogy nagyon ritka nő. Nagyon ritka női név, Danubia. A Lexa. De a Danubia telefon, azt láttam már. Béla. Úgy hívják őket, hogy telefon. Na most azt mondom, hogy jaj, a többiek ott van. Jól, egy kicsit. Már látom. Látom, hova megyünk. Lerövöm a live-ot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy like-ot. Még akkor egy like-ot gyorsan nyomjatok, Bendi. Bendi voltam. Ja. Hello, sziasztok! Hello! Szia, Bendi, sziasztok! Hát mindegy, hol állok, hogy nézzünk akkor még valami fuvart, vagy... Engem nem kell megválni, szerintem le is mondom a fuvart, és elkezdem az új sorozatomat. Egy kis rövidet, egy rövidet szerintem még megnézhetünk, ha gondolod, de nem hosszú, csak egy rövidet, addig Andris is szerintem beér. Hány kilométered van hátra, Andris? 300. Hát az is nem sok, akkor egy 10 perc, mi is nézzünk egy ilyen kis rövidet, mit szóltok hozzá. Sőt, hát... Hello. Vagy mi is megnézhetnénk ezt a Karlskronát, mert lehet, hogy... Hát nézzük már meg, hogy találunk-e oda, mert akkor oda megyünk, ahol Andris van, jó? Karlskrona. Ha nincs, akkor... Vaxi, egészségedre. Hát nem biztos, hogy lesz. De annyira bírom, hogy mondja. Nem biztos, hogy lesz. Szentusza is lenne hozzá. Nekem van Göteborg. Hát igen, ez nem nagyon jön össze. Vaxjő viszont az van. Az tényleg ott van éppen, nem messze tőle. Egészség, köszönöm szépen. Vaxjő az van viszont. Oda elmehetnénk akkor Vaxjőbe. Hol van az? Hol van az? Hát ez az utolsó előttibe nekem. Már utolsó előttibe van, autókat kell vinni. Vaxjő. Aha, legalább lesz egy csomó kárunk.
Egészséged, Adimo. Nekem... Nekem használt műanyag. Jaj, jó, vakció. De vakció, akkor az megvan neked? Van vakció, de használt műanyag. Hát mindegy, nekem autó, tök mindegy. Mostanában nagyon sok a műanyag amúgy. Nyomjuk rá. Ja, tengerből szedik ki. Na nyomjunk rá akkor, és akkor addig maradunk, mert nekünk is ez nem egy nagy 175 kilométer, felszedjük mindent, hogy körülbelül egyszerre végzünk majd Andrissal azért, jó? Ja. Akkor nyomjuk rá. Én már elfogadtam. Én is. Itt a fuvar. Nem is kell mennem. Nekem is. Bejövök. Itt te ne. Megyüssz ide. Geri Gerbe, szervusz! Most lehet hangoskodni, fáj a feje. Mi Gerinek? Akkor nem, akkor. Ja, hogyha fáj a feje, akkor miért gépezik? Én szeretném. Hát fel volt a gyerek hajnali 3 állítása szerint, és hajnali 4 bocsánat. Hát, hogyha fáj a feje, akkor nem gépezik. Én egyik, de akkor nem láttam már senkit a Discordon. Nem tudom. Akkor én akkor már aludtam, igaz, hogy én hajnali 2, akkor feküdtem le aludni. Enigma, te nem találtál fuvart? Nem megyek ürösbe, aztán annyi. Akkor gyere erre, fordulj meg. Te jó szakszer. Én jövök erre, csalom magammal Enigmát. Hát erre, csak nem tudom erre. Hát gondolom ugyanarra vezet innen az utunk, nem? Hát igen, csak hogy... Végre megjavítunk az autónk. Jó, megfordultam, már jövök. Én Enigmával elmernék menni bárhova Pesten belőle, de amúgy tényleg. Na. Ja, hogy te már kimentél, Axel? Én nem, itt vagyok, igen, a város szélén. Itt a kórház mellett a város szélén. Jó, én úgy értettem, hogy ott van Brinkman professzor? Ja. Ah, minden itt van. Jaj, de rég lát. Jaj, meg kell állni. Enigmával összebeszélni. Szia, Gerle! Hello, Gerle! Szevasz, Jakuza! Hogy vagytok? Sehogy? Mi újság veletek? Semmi? Ja. Mi a véleményed erről, Enigma? Tőlem voltam. Akkor itt is vagytok? Jól van. Oké, csak le kell takarítanom a telefonomat a sok szükség. Van fuvarod neked is? Na hurrá! Van fuvarod? Hova van a fuvarod neked? Nekem? Igen, neked is vakszélben? Menj, én üresen vagyok. Ja, jól van, akkor mehetünk. Vagy leszek a sereghajtó. Hallod, Axel, már kiértem a végig 800 kilométeren keresztül. Jó van, menjél akkor, toljad. Itt vagyunk nem minden. Nem azért, csak mondom, ha végig találtam fuvart. Szóval, Danu, itt még nekem van is. Jó. Blanka meg Turbo Rubit akar. Azt én is szeretnék. Turbo Rubit. Üdvözlőt, hogy töltöttem. Várja, úgy néz ki, mint a barátom cicát. Turbo Rudit. Rudiról van. Magort akarja, vagy mi? Szerintem a Rubi járól. Az lehet. Ő a Turbo Rubit. Ketten? Kettőtök érdek? Mindegy, kettőjük egy turbórudit. Ja, van még, jól van. Még 1000 kilométerig tudnánk menni. Jól van, de az bőven. Tanú, nekem van turbórudim. Drága az anyag, itt nem veszünk. Biziszony, attachment unlocked. Fogadjunk, hogy pesti vagy, Tanú. Hát nem. Hát nem. De tippelhetsz még egyik, ki még kettőt tippelhetsz. Székesfehérvár. Nem. Tippeljünk úgy, hogy nem is Magyarország, és akkor kezdjük előre. Nem is Magyarország? Nem. Kezdjük előről. Külföldi. Eddig egyes. Oké, már tudom, hogy nem Magyarország. Hát akkor ki nem találom. Akkor csak az országot talált ki. Németország. Egyből nulla. Szlován. Nem. Anglia. Anglia, nézd, a másodjára kitalálta. Anglia. Aha. Hát most nyilván ők dolgozni járnak ki, de hát nem, nyilván nem ott született. Csak hát most ott vannak. Van. De gondolom ez nem titok, vagy hát gondolom ezt el lehet árulni, mert... Nem titok, két olyan külföldön. A nevét azt nem árultam még. Hát azt nekem is írta, hogy titok, de hát tudom én, hát majd ha ő akarja, elárulja. Miket meg nem tudok? Nem mondom meg, hogy az ismerőseim között ott van. Adivó felbeágosult.
ismerőseink között ott a házában. Megvan a neve. Csak Zsolti. Csak Zsolti nincs ott az ismerőseim között. Nekem megvan Zsolti. Mi vagy, aki rendez a Zsoltit? Még. Persze, követem Zsoltit aktívan Facebookon. Tudjátok milyen... Meg a kiváró, ki már 5 év ott él a Alek. Tessék? 5 év él ott. A Danu. Hát nem dolgozni jár ki. Ott él, az más. Ott él. Hát igen, na. Tehát, na hát ez hogy mondjuk, hát persze, de igen, ott élnek, ott dolgoznak, hát igen, én is így mondtam, hogy... Csak azt mondtad, hogy ott dolgoznak, az új is hangozhat, hogy Magyarországon él, de Angliában... Ja, hát persze minden nap kimegy, aztán hazajön, nem? Este. Az nem így működik, hát... Az biztos lesz általában úgy szokott lenni, hogy egy hónap, két hónap, és akkor hazamennek egy X időre. Tudod, Axel, hallod, oda megy repülővel, felveszel a munkásruhát, kimegy dolgozni, vagy mondjuk tegyük fel most építeni. Na, viszik a kis fekete párkos GPS-t. Én szoktál még visszajárni Magyarországra? Persze. Vagy már kimentél rőt? Milyen autókat? Hát ezek ilyen, megmutatom, hogy ezek ilyen... Meg lehet ismerni az alakjukról némelyiket. De hát ugyanúgy, ahogy az Octaviának nem Octavia a neve. Ja, kanyar, bocsi. Jó, megálltam. Csak menjél nyugodtan. Mehetsz, menjél nyugodtan. Igen, jó is szóltál, mert én itt néztem az autókat, hogy miket viszem. Na nem mondom, most akkor beengedlek csak valamit. Nyugodtan, jó is szóltál. Tovább voltunk otthon. Hú, az régen volt. És ha itthon vagy, akkor hol vagy? Merre vagy? Tatabányán. Nem. Szerintem, hogy nem elég Tatabányára, le is tavanna, ugye valahol beszéltünk is, tehát olyan szóval és gyűlöl, és szóba se akarna velem állni. Tatabány. Annyi mondta, hogy a Pesti vagy téged, meg ott fogunk letámadni, szóval nyugi. De egyre jó. Ja, szólok Enigmának, megkeresi a címedet, azt megyünk. Vaxjőbe, egészségünkre, tehát tényleg ez a neve. Így van írva, a betű fölött van két pötty, Vaxjő. Azzal nem iszkál. Ki tudja szebben kimondani a nevet, hogy Vaxjő. Vaxjő. Hát ez óvoltos át. Szóval itt a Max-szal nyerte. De már mindjárt ott vagyunk, mert csak egy ilyen rövid. Andis, neked hány kilométer még? Nem, mindig 140. Ja, nekünk 40. Aha, akkor egy nagyon picit megvan. Hamarabb érkezünk. Hajdúszoboszló. Posta, kocsi, érkezem. Hajdúszoboszló az jó hely. Voltam már ott legalább vagy négyszer, hanem többször. Lát, az nem kétszer, van. Bocsánat. A Danuéki egyébként a teljes csúszdapark egyébként. Tehát az angol fizetésükből vették meg a teljes csúszdaparkot. Itt üzemeltetik. Rámmel vannak lóvéről. Évent egyszer hazajönne behajtani a lóvét. Igen. Mint Dagobert bácsi, akkor így telerakják így a házat, így a plafonig pénze. És úsznak benne. Ja, ott vagyunk. Nem tudom, Csaba, lehet, hogy már most nem. Milyen mehetet? 7 óra. Nekem is még azért így pakolászni kéne most. Kutyák, vagy macskák, vagy valami... Majd Zsolti, macskák. Majd tolna. Zsolti nálatok lesz még, igaz? Zsolti nálatok lesz még lájk, meg Andrisnál is, nem? Persze, lesz. Andris mondta, hogy valami új dolgot kezdesz, vagy nem? Nem jól hallottam? Na, Andrisnál lesz valami újdonság. Mi lesz Andris? De aki farmingozni szeretne, vagy farmingot szereti, akkor Zsoltinál. Én farmingot ígértem estére. El lehet mondani, Andris, vagy meglepetés? Majd a live végén elmondod, hogy ez az volt, vagy nem tudom, meddig titok ez, itt vagy már a live előtt, hogy meddig titok még, hogy mi lesz a live? Még ki nem érdetem, hogy mikor lesz. Ja, kibárók. Kicsit barátok. Oké, értettem. Én jobban csupázom a kutyák akármi idejében, és nem finnyásabb a macska. Axel megáll a pirosnál. Ja, hát, mert már úgyis itt vagyunk. Mi történt? Igen. Mégse. Adimó, szólítottál?
Én is ezt mondom ma kutyára. Szia! Lehet, hogy nem tartom össze az autókat, de... Azt mondom, hogy állatellenes vagyok, de... Andrisnál új dolog lesz, végigfut... Ja, nem. Azt hittem, majd végigfut a hátadon, nem azt írta. Végig ülni egy lájot, és nem tűnik el, közbe kérdezi Miklós. Úristen, milyen nagy cég találkozó. Nekem vannak olyanok a szüleim, és a szüleim ér mindent, tudod? Én nekem erre megyek. Van ilyesmi, tudod? Apádért is eljössz Gyulára. Az meg tojik rá. De ő nem lesz itt! Majd Csillivel, meg a lányjával, meg ki van, meg a pizzáz, Nexel, meg nyaljon is volt. Finnom le. A só vagy a pizza? Jó, kijön velem. De engem az ugaszt, ha Axel ígérted, találkozott, én életem végéig várni fogok. Ide jövünk el. Nem kell életed végéig, csak augusztus elejéig. Ha én tudom, be kell menjünk be, jó lenne. Én várok rá. Ha kell, még a szálláshoz is megyek. Jössz kéróra? Jó lesz. Várjátok, majd nem ide kellett jönni? Ja, ide. És el tudok oda sétálni, mert egy szarott biliárdoztunk haverokra. Nekik fényképezkednek, beletolaggassak. Szabasz András. Ugyanúgy egy lerakom inkább elmegyek. Ja, meg érdemes megnézni a Facebookodomat, mert tettem ki egy eseményt. És aki Gyula Körnöki az előtt élvezni, megrendezem az első nézői találkozót. Na, tényleg ilyen ez is lesz? Az anyja. Igen. És én nem leszek itt. Noel is megy hozzád akkor. Hova? Inti. Hova? Nem tudom, hova, de hozzád. Tehát, hogy esküvőre gondol. Hát nem tudom, megyek hozzád akkor. Ja, pihenni, várjál, pihenni. Én oda megyek pihenni, csak te. Érj, hogy pihenni megy hozzá, Raksza. Jó, az de jó lesz. Hogy hol lakik, Axel? Érdekes lesz. Szerintem ő nem tud többet, mint én, Axel. Ugye a live után ezt a számlom, ma hány ágyunk van itthon. Ja, hányan jöhetnek hozzá pihenni? Andisnak két méter hosszú ágy kell. No, figyeljetek, akkor te nem azt a versenyt, azt te nyerted. Igaz, hogy én még nem is be vagyok, de azt a versenyt te nyerted. Szia, Uri. Raksza. Igen. Te már nem jössz? Hát miért, ti mentek még valamerre? Én még egyet mennék. Igen, hova? Merre? Választok, jól mondom, hogy szeretnék... Már én mindjárt beérek, 13 km. Szeretnék egy nagy kapott kutatni. Zsák krumplival a tetején, jó? Igen, meg... Egy zsák krumplival a tetején, vagy mi? Azt nézzem át, milyen kamionja van, de csúnya kamionod van, Mattó. Nekem van egy jó hamburgom. Hol van az? Külsős? Külsős. Hamburg az messze van. 800 km. Na akkor legyen menjünk valahogy az országon belül, Svédországon. De most van Karlskrónánk, átmenjünk oda Andrishoz egy Karlskrónába, vagy nem menjünk át? Vagy már az 70 kilométer, átmenjünk, Andrishoz átmenjünk egy Karlskrónába, mert Andris ott van. Várj. És akkor együtt van, tudnánk az utolsó, van ott autókat kell vinni, átvigyük. Sőt, van ott legalul, engem az se zavar, hogyha gyümölcsöt viszek. Megint lehet, hogy gyümölcsöt. Jó, elfogadtam az autókat. Jó, én megviszek gyümölcsöt most. Én használom műanyagot. Akkor megyek. Hát remélem nem kell kimenni a... Hát, de egy kicsit. Na. Jó, én egy olyan 8 óráig kb. És akkor... Utána meg fél 9-től mondjuk lehet, de... Jó, lenne az Arimo. Nincs. Ön nem kérdezett. Igen, hogy fél 9-től jó lenne, hogy ha mennénk a farmingot. Miért tőlem kérdezett? Hát mert... Igen, hát ez most ilyen zebramintás. Ja, képzeljétek, Arimó szombaton vagy mikor megy arra, úgyhogy két hétig nem lesz. Tényleg? És hova úristen, megy? Adi, hova mész, Arimó? Azt a... Oda megy, és nem lesz, és... Na.
Én már előre szomorú voltam, meg izény meg. Nem, nem is szállt. A fülvaron bent. Azt mondta, hogy én megnyaralni, és kész, őt nem érdekli. Ugye, Adi? Te is azt veszed fel? Én is de azt nem csak hogy... Mit nem tudunk vele se beszélni, semmit. Mert ott nem lesz internet? Meghatottam! Nem, nem, csak neki nincsen olyan csoda telefon. Nem. Hát van rajta net, azt mondja, de... Hát ezt mondd el, te mi vagyok. Minecraftban hol látom, hogy milyen mélységben vagyok? F3. Az az Y. Y és F3. Jajaj. De ha Minecraft-hoz kérdéseitek vannak, nem Axel-től kérdezzetek. Nem tőlem, Miklóstól kérdezte. Miklóstól, Andristól vagy tőlem? Jajaj, igen. Miklós, mert nagyon sok... Nézői találkozó lesz, kérdezi Atesz. Hát most Andris azt mondta, hogy lesz nála. Hát nálunk is lehet egyébként, csak mi szerdán Balatonnál fogunk találkozni így egymással. Itt ebben, akik Magorrók, Csoni, így hát meg hát aki esetleg még. Ja, pedig én már lefixáltam, gyerekek, februárban lefixáltuk, hogy Gyulára megyünk. Én azóta rágtam a fülét, de azóta rágtam neki a fülét. Jövök, akkor bejövök. Hát ilyen pekhes vagyok, mindenben a lottóban pekhes vagyok, az életben pekhes vagyok, tehát ez mások marad. Nem. A lottóban ne bízz. Ti merre vagytok? Most még itt körforgom Boki. Igen. Látom, hogy kifelé a... Ezért felé. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi embert érdekel. Ti jöttek ott a... Micsoda? Ja, hogy a közönség találkozó? Hát, hogyha nem nagyon hírleted meg, akkor... Jó, itt vagyunk ebbe a körforgomban. Azért ezt meg kell rendesen. Itt jövök én is. Jó. Itt jövök én is. Mehetsz, Enigma. Mehetünk? Mehettek, itt jövök én is. Rá nem tudom, kimondtam, hogy mehetünk-e. Itt jövök mögöttetek már, igen. Két autószállítmány láttam. Mehet, menjünk. Mi csoda, a Rimbó helyett lesz fel, mert... Haha, ő fog... A 11-en áskáz, ott van legnagyobb esélyed. De nem tartan a nagykasú. Most 10-en találtam. Szűz gyerekkel mit csinálnál? Andris megosztotta a Facebook oldalán a találkozót. Adimó, te vagy a TS elnöke, kötelező Farming Simulator 19 részvétel. Igen, vagy ez nem kérdés volt, bocsánat, ez mondjátok el magatokba, úgyhogy ez kijelentő. Kötelező a részvétel, pont. Ez nem kérdés volt. Igen is. Hát ezt mondta, hogy te vagy a TS elnök. De most komolyan két hétig én mit mondtam? Hát akkor én itt vagyok, én nem megyek el két hétre, velem live-olhatna 24-be, de velem nem. Ott van. Neki Adimó kell. Neki Adimó kell. De Adimó, nem ez itt, hogy énekeljen. Énekeljen. Hozzak magamnak három sört, egy hihet, tudok olyan szinten énekelni, mint Adimó. Azt garantálom. Meg vagyok én nálikba. Na mit kell? Azt mondja, kis túl vágni akarod. Hát ez valami gyümölcs, de Csaba. Jaj. Most amit mondottam, Dino, valami gyümölcs, de a gyümölcs. Eléggé úgy néz ki, hogy valami gyümi. A gyümö egy gyümölcs. De amúgy meg is nézhetünk pontosan, amit viszek. És használt műanyag van benne. Na, ez megbolondulsz, mi? Úgy néz ki, mint a gyümölcs, és közben használt műanyag, na? Tankolni valakinek. Szupi. Nem. Nekem 1045 van még. 40 kilométerre nem tankolom. Ja, nem gyümölcsöt, ja. Ja, ez is kijelent, ez nem kérdés, van, és kijelentő van, de ők tudják. Azt mondja Miklós, hogy tegnap is csak Adimó dolgozott. Zsolt addig futkározott a földeken, és nem csinált semmit. Micsoda? Ki mondta? Miklós. Mikey nem mindig igaz. Csak Adimó dolgozott. Ki permetezte le a földet? Mike. Adimó. Ki műt rágyázta le a földet? Mike. Ki Adimo. Volt el a szilást eladni? Mike. Nem tudjuk. Adimó biztos. Amúgy én is láttam, én néztem Zsoltival. Végre Adimó, nem az én véremet szívja. Adimó, Mike. Én azt hittem, hogy beakadt nekem egy pillanatra
live, de így egész végig csak így a pajtát nézte. Aha. Nem csinál semmit. Tiszta Excel-re hasonlít amúgy. Most is ki tudja? Lehet, hogy ott ül valamilyen gyerek nála, tessék itt van játszani, ő... csak beszél nekünk. Ha ő beszél nekünk, és más játszik. Ja, lehet, hogy ja. Így van. Amúgy tényleg lehet. Vagy ki tudja, most mondjátok meg, hogyha nincs igazam. Most honnan tudjátok, hogy aki most itt vezet, az Zsolti. Egyszerűen árulálok. Nem baj, ezért mondom én neki. Ja. De honnan értek, tudjátok, hogy én nem éppen Mancónától. És egyébként meg valaki játszik a nevevel. Ja, lehet, hogy egy gyereknek csináltad. És közben torzított használ. És megtudtad már Danunnak a nevét itt közben? Nem. Nem még? Azt már nem is fogom megtudni. Ez körül az ismerőseink közül. Kutya mindenit. Egy kis segít. Axel se Axel. Itt van Karszkrónában. Itt van Andrés Sama. Nagy naplopó streamerek, így van, Miklós mondja, így van. És nem lehet ránk. Én reggel 6 óra 20-kor dolgoztam. Axel... Eddig ma az nem lopja a napot, meg nem is streamet, tehát... Igen, mondjad? A levegőben van egy pótkocsi. Majd, hogyha ide érsz, akkor Axel remény. Hát az a baj, hogy én is láttam, az, mit tudom én, most korábban, nem olyan régen, az egyik telephelynél egyet, és azt mondták, hogy nem látjátok. Nem biztos, már hogy... szó szerint a levegőben van. Tudom, de az is a levegőbe repült, csak ti nem láttátok, szóval lehet, hogy ezt csak te látod úgy. Úristen, most forog másiknál, a másik cégnél. Kell vennem egy másik kamiont, mert ez egy szutyó. Én nem is erre kellett volna menjek. Ó, én meg megyek itt utánok, a többiek után az közben. Nem mindegy, megyek most már egy kört. Nem autó van nálad, akkor negyen erre. Már most már mindegy. Elindultam erre. Megyek egy kört. De egyébként a DAF az nem DLC, és amúgy X. Már mire gondolsz? Hát a DAF, mint... Kamion? Kamion. Nem. Az benne van alapból, hát az volt nekem is már. Az volt nekem. De ja, nincs nézd... nagy teljesítményű. Axel, néztem ma a ATS-t. Külön kell regisztrálni hozzá. A ATS-hez az nem kell, hát az ugyanazt de viszi. De nem tudok belépni a... De úgy, hogy amikor a Tracker SMP-t rakott fel, akkor megkérdezi, hogy ETS, ATS. És mind a kettőnek az elérési útját meg kell adni, meg ki kell pipálni, hogyha te azt utólag teszed fel. Igen, ha utólag teszed fel az ATS-t, akkor lehet, hogy az már úgy nem működik valószínűleg, de normálisan megműködnie. Ha megadod rendesen az elérési utat, akkor viszont működnie. Figyelj, megadtam rendesen. Be is tört, szerintem. És tök jól megy. Kijön a belépés, ugye a Tracker SMP-be, a játék elején, amikor indítod. És ott nem enged be, hanem bedob a Tracker SMP regisztrációt, ami egyébként a már a regisztrált oldalra valamit módosítani kell, vagy a profilba tudod odadok bele. Nem hogy tudom. Valamit ott, és akkor ott kér megint, hogy cipőméret, meg hajhosszúságú. Neked van cipőméreted? Képzeld, van. Oszta. Ilyet megkérdez, azt mondom. És hányosan lábam szóta? Nem mondom, meg mennyire van. Valamit szóval? Nem mondom meg. Ki találhatod? Nem találhatod ki. Mindenre azt fogom... Kata! Ne áruld el, csak kérdezek. Van egy kérdésem, hogy te tudod esetleg Danunak az igazi keresztnevét? Ne áruld el, ha tudod. Csak már mint hogy mi az, csak hogy azt kérdezem, igen, hogy te tudod-e, hogy mi az igazi neve. Miért passzol neki, hogyha tudja, akkor írjon egy igent, vagy ha nem tudja, akkor írjon egy nevet. Hát, jó, hát az, így van, hát nem kell elárulni, csak... Itt van Axel, na nézzük, hogy találod Axel. Ja, nem tudod? Nem. Hát akkor ennyire titkos? Hát én azt hittem, hogy többen tudják. Zsolt, hát elég rosszul szóval. És nekem nem is akarja valamiért elmondom. Mit csináltam a lágyat? Lezártam? Nem. Nekem melyik. Én még egyet megyek is valamire. Vissza Európába, vagy valami.
Az Európa az elég messze van innen. Nézd már véletlenül a gázról értem. Álljunk már meg. Figyelj, mondok valamit, azt szerintem. Úristen, mit találtam, halljátok innen Grimsbe. Egyes. Persze. Na azt mondja Miklós, hogy ő 39 másodperc alatt kiderítette. Micsodát? Hát, hogy mi? Darnulnak a nevék? Ah, igen. Pedig én is okos vagyok. Andis, te megérkeztél? Bepakoltál? Várjátok, hát, mondom. Rátok várok ezer éve. Mit? Igen. Várj. Austin van. Oké. Okay. Austin? Megnézem, hogy van-e, nem tudom, hogy van-e. Hát az... Austin van viszont az, az... És akkor ott átmertünk hajóval, és akkor... Például. Austin. Hol, mi a nem? Hány kilométer? 245 kilométer. És abban benn van a kompót, 325 kompót. Miféle kompót van benne? Kompót. Nekem olyan van, hogy nekem olyan nincsen, várja frissít. Csolt, olvasd el a Discordomon, van egy játék lehet. Van olyan, hogy Austin, jaja. Na, az jó lesz. Hát, kapsz, menjünk egy Austinba, csak akkor még ne fogadjuk el, még megvárjuk. Ja, de van, van Austin. Várjatok. Vegyi, hát, Imike most nem lesz, majd augusztustól majd, igen. Fogadjuk el a Austin. Austin. Vegyi, Igen, igen, vegyi. Abszorbáns. Abszorbáns. Akkor Andris, megy mindenkinek? Van. Jó. Akkor azt elvihetnénk még a a francba én egy budapesti fuvart fogadtam. Akkor megyünk. Nem csak vicceltem, de... Nem baj, Axel, a Budapest is. De várjatok, hogy mi ez, olvasd el a Discord, van egy játék lehetőség, ha valamelyiket megcsinálod. Csináltam én singlet is, meg majd kapsz egy meghívót. Figyelj, Daru, a játék nélkül nem lehet. Ja, ez körfor, ja, ez körfor. Messenger csoportot. Ja, óvatosan, tudom, vigyázzunk egymásra. Axel, azt látom. Axel, itt vagy előttem. Hol van a kuvar? Itt van. Nem lehetne, hogy a játék nélkül kapja. Ennyi van a répa. Finé megy vissza a live. Enigmánál veszem ő is fel. Nekem maga tudom, itt van és nincs. Akkor mit? Ja, nem, ott vagyok. Várj. De nem sok. Nekem kint kell felvenni, nem értem. Igen, te más fajtát viszel? Nem lenne a fel a többieket. Hát, hogy Bálintom. Hát, de a többieket nem sincs olyan szép szem, mint mindent. Állj már meg, hello. Soha tudjuk, hogy milyen színű lesz, mert egy kis fészkemet. Nem, de nem kérik olyan kedvesen. Például. Hogy mondd el, hogy milyen színű lesz, mert? András kérdezi, Polgári András, hogy holnap mikor fogtok esetleg fuvarozni, mert én most nem fogok holnap. De kér, hát, hogy Zsolti például, hát nem tudom, András, te fel vagy iratkozva Zsoltira? Mert ugye itt van a csatornája, a Zsolt Game csatorna a videóm alatt, és ő hozzá kéne feliratkozni, mert ő valószínűleg fog holnap, meg Andris is lehet, hogy fog, az Andris csatornája is itt van a videóm alatt, tehát őket kéne most, mert én most egy-két napig most ilyen kis fürdőzéses napsütés, fürdőzés, napsütés, fürdőzés, tengerpart, minden. Hánom lesz Facebookon live, ott éri követni. Na úgyhogy András, ő náluk próbáljál, és akkor ővel majd egyeztetsz. Én szoktam nyaralás közben snájvolni mostanában, csak úgy szólok. Hát most Axel, viszont magaddal a balcsira, ezért azt majd ott leülsz egy padon, azt live-ot. Milyen játék? Hát nem, de mondjuk nézni tudom majd, amit csináltok, csak... Na, hogyha itt mindenki felvette, mert látom, hogy Enigma itt van... Én szerintem már mindenki... Andris, te is felvetted? Andris, akkor nem. Enigma indulhat, vagy nem tudom, ki van legelő, talán Enigma, akkor indulhattok. Mehetünk. Ez milyen hosszú? Ez 571, még van 770-re üzemanyag. Hát már lehet azért, hogy valahol meg kell állni. Nehogy... Ebben van egy elég hosszú 300. Bár mondjuk ebben tényleg van egy kis... Tényleg ebben van egy hajóút is. Vagy hány. Ja, hosszú a hajó. Van egy kis gond. Piros lámpa.
Melyik lámpa? Hát a mostani, ami nyolc lámpa. Hol? Ja? Egy ház nincs mellette, mert én... Ilyen piros lámpás ház. Mikey? Mikey nem látta szerintem. De látta. De hogy látta? Ott van nálam. Ja, Imikének a bot. Megnézem már, hogy mit írt. Mit írt Imike, amire a bot így reagált. Akszor végre lefűlik, azt mondja. Ja, hogy csak sok... Ja, csak sok emojit tett egymás után, az nem szeret. Hát szóval, hogy holnap... Hát kakót, hiszen is a legdurvább RTS-t hallgatok. Mert ha Attiláik jönnek, akkor holnap párti lesz már. Szóval, igen. Hát most nem tudom majd, hogy van beállítva, mert nekem a chatbotban most nem tudom majd, hány van beállítva, de hát szól egy idő után. Lehet állítani, van egy ilyen kis csúszka, hogy hány legyen. Nagybetűből is, meg ilyen szimbólumokból. Ilyesmi. És nem tudom, hogy most hányra van ráhúzva, de ezek szerint az túl sok volt. Axel, nem te mész előttem? Izu, Petya! Én tudok négyet is. Azért nem négy... Igen, tehát több, csak nem tudom, hogy hány... Valamennyinél már azért szól, de nem tudom, hogy hányra van a csúszka húzva. Alexandra a neved annak megvan. Moderátoroknak mindent szabad, és mindent is szabad. Mit lesz most már? Ez már a hajó. Hajó, ha nem jó. Andi Mohó. Kitaláltam. Alexandra. Andi egy Mohó. Hát végig is végig mondhatod, mindegyikre azt mondjuk, hogy nem Alexandra. Aztán előbb-utóbb majd csak rátalálsz arra a névre. Hol kell itt befordulni? Már én is összeértem. Júj! Én meg megyek utánad, azt én is össze. Gyertek ide utánam. Én nem bízok senkiben. No. Hát akkor mennyi máshol? Lublin. Egyek Lublinba. Igen, hát itt egy helyre tudunk csak menni. Hurrá! Álljatok, vagy itt nekem be van zárva. De nem arra fordulunk. Az út zárva van. Voltak írták bele. De... Kanyarodj be! Oda? Igen. Nem látod az ikonját? De itt Enigma, várjatok itt Enigma. Igen, bekanyagtam a rossz helyre. Gyere. Ja, igen, itt, oké. Azt hittem rossz helyre megy. Oké, akkor megyek át, ahova mehetek. Előre mehetsz, ha akarsz. Ahogy is össze kell várni, a többieket megvárjuk, úgyhogy nyugodtan megelőzhetsz, ha akarsz. De ahogy is megvárom. Mert nekem tökéletes volt az ív, neked csak várjad, hogy Arimo komolyan a vakvagyútkát énekelt? Jó. Azaz, igen, jó, igen. Aha, jó a fülem, mi? Ja, hogy a modikat nem tiltja. Ja, jó lasszabb. Arimo, énekelj már nekünk valamit, hogyha már elutazol. Most énekelt, vakvagyútkát. Igen, vak. Megállok. Megvárjuk már a többieket. Megvárjuk a többieket. Arimo. Hát igen, mert ez a navigáció a beépített, csak az például nem mutatja nekem, hogy hány kilométer van hátra, és azért szoktuk ide betenni ezzel a F... Nem, most rossz gombat nyomtam, az F3... Az F3... Most már megint rossz gombat nyomok, gyerekek. Ide jövök, Mali Daxel, lövök egy fotót. Jó, nyugodtan. Tükörbeállítás nem kell. Szóval az F3-mal ki lehet tenni ezt a fajta GPS-t ide, csak mert ez ugye mutatja, hogy alul, hogy hány óra, hány perc, milyen messze van még a cél, tehát ez meg itt nem mutatja az volt. Ma mentem is. Csak ezért szoktam. Itt is, Zsuzsi. Miért én meg kell még vakvalni? Megjött egy Zsolti, nagyon kemény. Mehetünk, mehetsz utána. Zsolti, az jó nyomat. Simán ezért. Simán mindjárt jelentjük, azt kibannoltatjuk. Ne. Visszaengedlek, gyere. Mi ez, forma egy, hogy
szabálytalan előzés után vissza kell engedni a másikat. Igen, mert megkapja a 10 másodperces érzést. Ja, itt vagytok, csak figyeltek. Ja, ja. Okay. Neki menni a kerékcserésre. Hoppa, Andris felborult. Nem, és visszaborult. És visszaborult. Ennyi. Magic. Magic time. Ennyi. Szerintem Gary-től tanult a cheater módot. A felborulhatatlanságot. Ha véletlenül eltévednétek, az én bajom, mert a táblát azt kivittem vérni. Szia, foltos ló. Szia, foltos ló. Az rajtam lesz, hogyha nem találkozunk. Mentes kilométereket köszönjük, hát most már nem megyünk sokáig. Valaki egy majom. Utolsó fuvar egyébként. Igen, hát ez 8-10 perc, aztán így vége van. És még elmegyek vissza valahol. És még Zsolti akkor visszamegy Európába, akkor aki szeretne hozzá csatlakozni. Még egyszer, egy fuvart még. Még egy fuvart, de azt lemegy Szicíliába. Hallod, Axel. Tudod, ez az utolsó fuvar, és akkor egy két óra múlva így felnézel YouTube-ra, ott van Zsolt, és akkor na tényleg ez az utolsó fuvar. Ez csak Törökországot megkerülve, lemegy Szicíliába, és onnan vissza Anglián, megkerül, vaccine újra egészségünkre. Már megint kezdted? Excel? Menj, milyen orvos fog? Lehet, hogy a Gary féle és kamioniskolába tanult, igen. Oké, András. Én többet nem ének legfeketebb. Mert? Mert most... Adimo, nekem énekelsz? Nem, most énekelsz. Adimo, nekem születésnapom van. Még beleférsz ebbe a pár napba. Énekelsz nekem valamit? A boldog születésnapot elénekled? Igen, Adimo, mert úgy csinálsz, hogy énekelj neki valamit. Elküldjem a videót, Adimo. 96 éves elmúltam, tehát már most ki tudja, hogy holnap énekelhetsz-e nekem. Tehát inkább most... Megvan még a fogsolod. Hát megvan itt van a pohárban. Néha kicsit zavar, akkor kiveszem. Ott a pohárban. Megvan a fogsolod. Na, Magic már megint borultam egyet, de visszaállt. Én megyek, most tudtak jönni, mint a Zsolti. Gyerekek, hogy a játékban is ilyen csúnyán festenek nyilakat. Axel, neked kéne szemüveg, tudod? Axel. Azt mondjátok? El tudsz jönni mellette. Ki mellett? Mi mellett? Bálint. Csak már megint borultam egyet majdnem. Na, el tudtál jönni Axel mellette? Tudom, én elmentem melletted. Hogy mi? Bár jöhetél előtte, mert hogy 20-as lát. Biztos jót nevetne a Mikey. Igen? Mikey volt már, hogy nevetett? Mm-hmm. Szokott nevetni Mikey? Igen. Mikey szokott. Nem tudom, hát a hangját még nem nagyon hallottuk, tehát én nem... Mert amikor bent volt randomnál nevetni, ott se hallottam, tehát nem tudom, ő egy robot szerintem, ő nem szokott nevetni. Majd pár fixezünk egyet. Minden tud, de lehet, hogy nevetni nem tud. Ő meg kalambó felesége. Hát igen. Elvette Gerinek a húgát. Abba menjek elé, Zsolti. Gyere. Hogyha Mikey akar nevetni. De itt nem előzhetsz. 2-3 volna, minusz 54 pont. Vagy gyorsan. Meg itt lehet szembefordulom is. Hát majd simán. Kiherül. Megfordulj a Kenigma. De van itt nekem egy halálcsillagom, kilőjük, nem gond. Ha jön szembe valaki. Már visszasorolhatsz. Mennyi, 126-ra vagyunk. Olsztin, tábla, Andrés, a végén odaírjunk. Még a végén az olyan? Jaj. Azt ki az az? Jéháhá. Jéháhá, ő Letti. Letti. De miért, de most, ő még sosem hallottam beszélni. Aludj jól, Móni. Hát most le van némítva, de...
De van, hogy beszokott köszönni. Sziasztok. Ja, de beszélni úgy nagyon nem. Hát, meg szoktod, de... Ja. Én beszélgettem már vele jó párszor amúgy, tehát, de... Tehát úgy privátban... Igen, nem, hát én tényleg rendesen beszélgettem vele így. De... De így általában live-okban csak beköszönni szokott. Jó, vele legalább lehet beszélni. Megkíván nem lehet. Adimo. Énekelj már valamit így akszám. Adimo, mondjunk valami vicces Hofi Géza idézeteket. Valamikor. Az a baj, hogy hirtelen nekem sem. A malac hányat fog kölykezni? 14. De miért pont 14? Mert annyi a terv. Ez hosszú történet. Annyi a terv, elvtársak. És mit csinál? És csak 12 születik, azt hiszem. Adimo, és mi van, hogyha 20-at szül? Szevasz szedatív! Igen, minden! Pontos szó nem Vikra. Köszi! Add ide a Didit! Add ide a Didit, azt mondja Imiki, hogy azt énekeljed. Ja, az jó, azt énekel. Adimo, fizetek meg! Én meg nem hallottam. Ki tudja, hogy hallhatom-e még ebbe az életbe. Na. Na akkor énekelj, csak Adimo, mindenki csendbe marad. Csak mindenki ilyen 600-as a nézettség, meg ilyenek. Nem értek el, hogy tankolsz. Aurelius azt mondja, hogy a lét határozza meg a tudatot. Axel, ha megisszuk meg a lét, a tudat elszáll. Így van. Axel, meg azt tankol? Akkor meg élhetjük Adimo. Nem, még bírja. Én vagyok a lét. Joel, az így egy kicsit. Nem, te a kecske vagy. Itt egy kumcsavar. Hogy te magad vagy egy kecske, nem? Ellopták. Mindegy, engedjük el a kecskéket, jó? Meg a szó, akit megkérni annyit. Új, én nem nyarogatnám a kicsit. Hát én? Kecskékről beszélgetünk, és a kecskékről, hogy jöttem én szóba. Ez érdekelne nagyon. Hát úgy, hogy a vén kecske is megnyalja a sót. Ja, nem. Én nem vagyok vén szó, ez rám nem érvényes. De vén diák... A vén kecske fia is megnyalja a sót. Ja, a vén diák. Hallgass az a sót, akinek kedve van hozzá. 42 kilométer. Semmi. Péter, azt hitte a Noel, hogy te vagyok. De elmagyaráztam. Mi van veletek? Semmi? Le kell fordulni. Semmi. Le kell jobbra. Egy kilométerre vagy. Jobb kanyar. Nem figyeltem. Hát nem sok, 34. 22. Mondtam én, hogy gyorsabb vagyok, mint Zsolti. Jön szembe valaki. Jön szembe, igen, valaki. De ez Andris, neked ami van festő, nem ez a DLC-s? Nekem DLC-s van, jó. Mm-hmm. 50 centiért vettem. Mert néztem előbb, hogy most nézem a live-ot, azt mondom kék vagy. Hát szólj a pörkölt, szólj a kolbán, szólj a fasírt, szólj a nőgekének. Foltosló. Ja igen, foltosló is mondja, hogy ez zárt a sztály, én zártam be. Igen. Ezért a... Végre, aki jó volt a nyelved. Meg volt fagyva? Befagyasztottad neki? Nem, befagyasztottam be saját magam. Semmit, hogy felakasztották volna a Hofi. Azért nem beszélt mostanában. Jó, így. Én megérkeztem Olisz, vagy mi az városába. Na mondd ki. Olisztrbl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 
Mi lesz, hogyha oda mentek jövő nyáron nyaralni? Mondd már. És mi lesz, apától megkérdezem, most megmondja itt a kérdést. Akkor majd visszajövök, felhívlak téged onnan nyaralásból, jó?
Megmondom, hogy hogy kell kiejteni, oké? Okay? Jó, ja, azt hiszem, hogy nem látod, ugye 0-9. Ja, igen. Hát, ha felveszed. Hát jó van, gyermekeim. Én megköszönném már a figyelmet, meg a... Hát, már meg, hogy beérkezzünk. Nem igaz, hogy egy fél percet nem tudsz várni. Lőjünk egy jó fotót. Andris. Ilyen csoport. Már ütemezném befele az új streamet. Ó, hát várjál már, számolj vissza 20-tól visszafele. Itt vagyunk egy már a kanyarban. 1 kilométer. Én már itt vagyok. Itt vagyunk már. Én is. Leteszem akkor gyorsan, hogy Andris el tudjon köszönni. Jó van Andris, elköszönni, ezt most már megérkeztünk. Remélem nem 90-es, dehogy nem. Akkor nem. Várj akkor. Jók, amúgy nem. Hát... Én köszönöm már a streamet. Meg a... A streamet mi köszönjük? Szóval te ezt ugye kiventem. Ez nem csak másodlagos volt. Köszi, hogy itt voltál, Andris. Köszi, hogy itt voltál, jót aludtál, közben kipihented magad. Várjuk a live-ot, ami lesz este. Itt volt Axel, csak nem már a végig. De majd biztos majd egyszer. Ennyi ma is itt volt meg Zsolt. Hello. És hát a live-ot fog nektek is. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Andrisnál az Outlast 2 fog kezdődni. Nem biztos, csak mindig az Outlast-tal húzom, mert elkezdte az Outlast-ot, és mindig abba adja, mert rohangál, hát nem tudja, hogy hova kell menni, hát akkor ki van írva az Outlast live, és akkor a végén mindig valami más van. Állj! Kutya fáját, gyerekek, itt a legvégén te is meghűltem, nem tudok betartani. Én is. Állj el, nem már! Ez ilyen. Na most, rátukkanok. Én is most betekerem a kormányt. De nem teljesen jól. Ja, te is látom, hogy elég ferdén nyomod a dolgot. De én benyomom így. Hát, de én már annyira rossz irányba nyomtam. Teljes izé vagyok már. Teljes zizzentyű vagyok. Csak kijövök a nagy elejét a tagokba. Jó, mert nem látok így semmit. Hát, várjál már. Ezért kapok egy 20-as parkolást, aztán kész. Egy hanyas parkolást adnak egy ilyenért. 90-et adtak? Hát nem adtam volna annyit, jó. Van, amikor meg olyan szépnek, de valamikor olyan szépnek látom, akkor meg csak 40-et ad. Ezért most én nem adtam volna. Kevesebb a 90-es parkolás, mint a 40-esben több van. Igen, nem attól függ, hogy több az milyen a jobb. Nehéz? Nem, milyen nehéz a beparkolás? De nem, ja nem ja, azért, hanem hogy sikerül a parkolás. Hát az annyi tépét ad szerintem, az minél nagyobb. Na jól van. Kermus, Vidrus. Alig látszik a napsütésből, hogy ez ilyen kis... Hogy is mondják, mintás. Most köszönöm. Zebrantás. Igen, nagyon elveszkezik a szóval. Na. Jó, én is megköszönöm a figyelmet. Zsolti, te még mész tovább, tényleg? Még egy körbe. Igen, tényleg? Na, kemények vagytok. Na, én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk majd pár nap múlva. Maximum a chatten, majd ott leszek egy pár napig, de pár nap múlva majd találkozunk. Sziasztok! Hello. És akkor nálunk pedig nézd.